69. fejezet. A halára ítélt város lakói előre tudták a sorsukat. Voltak jó barátaik a felkelő táborban, akik azt megmondták nekik. Egy egész város a síralomházban. 2000 ember halára ítélve. Az ítélet azonban még sok appellatorium, fórum. Felleviteli testület. Elég került. A törvényszék a csatatér. Erdében még rendes hadseregek vannak. Jánku táborát visszaverni elég volt a károly várt ostromzár alatt tartó hadosztály is, és amíg az ott állt, addig Torockot a Szentgyörgyi oldalon nem lehetett megközelíteni. Jön aztán a legutolsó megsemmisítő fórum. A segesvári ütközetben a magyar hadsereget az orosz összezúzta, és ezzel a fágú popinál hozott ítélet Torocko ellen helybe lett hagyva. Időközben még egy terhelő vád is lett emelve ellenük. Egy magyar portyázott csapat a Torockoval szomszédos Gyertyánost, Oláhfalut a lakosság ellenállása miatt felégette. Ezzel meg volt adva a jog cím Torocko ellen. Poena Talionis A megtorlás Fogad fogért, szemet szemért. És ők két hónapon keresztül tudták azt, hogy milyen infernális tűz ássa alattuk lassan a földet, milyen vihar készül fejükre alászakadni. És ez alatt folytatták a maguk rendes munkáját hordták fel a vasat a föld alól a hantnukon, írtották a konkolyt a tiszta buzavetésből, házi szövőszék, cserzőműhely nem szünetelt, a gyermekek jártak iskolába, vasárnaponként megtelt a templom. Csupán a vasárnapi mulatságok maradtak el. Ahelyett az egész férfi nép hat gyakorlatokat tartott. Sorbáltak a vének is, egész a hetvenesztendős ősz fejekig, és a 12 éves gyermek sírt, ha nem adtak a kezébe puskát. El voltak számva az utolsó emberig harcolva esni el, mielőtt a városok utcáját ellenség megtaposná. Manassét még ez a harcias áramlat sem ragadta el. Ő valódi, őszinte békefilozófus volt, aki a harci erényeket eredetükben utálta. Torockó népére pedig soha nem akarta a fegyverre appellálás elvét alkalmazva látni. Azután, mint az európai diplomácia szövevényébe jól beavatott, mindazt előre látta, ami be fog következni. Hogy egy kicsiny elszigetelt népnek sikerülhet ugyan egy időre a harctéren dicsőséget aratni, de a végeldöntésnél mindig annak van igaza, aki nagyobb. Az is megeshet, hogy egy napon a maroknyi torocói férfi had visszaveri megtámadóit. De másnap, harmadnap, jönni fognak az első ellenférnél erősebbek, hatjasabbak, és azok menthetetlenül összezúzzák. Azonban ezekhez a nézeteihez nagyon kevés követőt tudott összeszedni akik titokban négy szem között fejbolintással tudatták vele, hogy azt gondolják, amit ő, mindössze Bertok bátya és a rektor lehettek, egy szóval a vegetáriánusok. Még az asszony nép sem tartott vele. Azok is mind fejszéket, kaszákat élesítettek. Ők a gyermekeiket éles vassal fogják védelmezni, vagy maguk leölni. Élő asszony élő gyermek nem jut itt az ellenség kezére. Éppen július utolsó napja volt. A tarlókon sorba állítva buzakeresztek, amikben a kévék egy magas póznára vannak egymás fölé tűzve. A kaszálók tele szénabogjákkal. A torockóiak már korán reggel megkezdték a betakarítást. Megvette őket, hogy egyszerre ezernyi ezer varjú és holló árasztotta el seregestől a völgyet nagy károgással. Észrelhették azt, akik hatban jártak, hogy ezek a hadseregek rendes kísérői és előhírnökei. Itt vannak a szállás csinálok, mondta Áron bátya. És eltalálta. Szent György felől vágtatva jöttek az előrsök, jelenteni a végzetes hírt, hogy Diurbánó hadserege az éjjel átvonultak a kőszorosan, és Torockó Szentgyörgyöt hajnalban meglepte. Senkit sem zavart meg ez a hír. El voltak rá készülve. A kaszákat, villákat eldobták a kézből, a puskákra feltűzték a szuronyokat. Minden nemzetőr századnak meg volt határozva a maga helye. Az utakat elzárták szekérvárakkal. A Bórév felüli tért a patak elrekesztésével víz alá helyezték, hogy arról az oldalról meg ne lephessék őket. Áronbátya maga, negyvened magával felhágott a székelykőre a várárok meredek útján az onnan jövő támadást visszaverni. Negyven ember, ugyanannyi száz ellen. Nevetniük kellett volna magukon, hogy ilyen tréfás halált választottak maguknak. Délfelé felé a Szentgyörgyűrű menekülőkkel szaporozott meg a védők csapatja. Azoknak is tudtak fegyvert adni. Lehettek most már talán négyszázan is. Manassé egyedül maradt az asszonyokkal. Azoknak nem volt kedvük áron bátya meghívását elfogadni hogy el az ő védelme alatt a csegezi várbarlangba. Ott akarták bevárni, amit Isten rájuk mért, az ősi házban, együtt a többi asszonyokkal és azoknak a gyermekeivel. Manassé megölelte Blankát és Annát. Kedveseim, most én is elhagylak titeket. Hova akarsz menni? kérdezte Blanka ilyetten, akinek ebben a percben Dávid képe állt a lelke elé, a véres ponttal a homlokán. Azt hitte, Manassé is oda megy, ahol a halál olyan olcsó. Egyenesen a felkelők táborába. Egyedül? Nem egyedül. Sokad magammal. Előtte Uriel, jobb felül Rafael, bal felül Gabriel, Hát a mögött Mikhael, helyen fölött Izrael. Fegyver nélkül? Nem. Kezemben a frigylevél, melyet kötöttek velem, eskü alatt, hogy torockót nem fogják megtámadni. Ez az én fegyverem. Mit akarsz tenni? Amit mások annyian megtettek már előttem? lefegyverezni az ellenséget fegyver nélkül. Megnyerni a győzelmet ütközet nélkül. Blanka fájdalom teljesen tekintett Manassé tiszta szemeibe, és ebben a tekintetben mindaz el volt mondva, amit ajak kifejezni nem képes. A végtelen imádat a férj iránt, és a tenger mély kétségbeesés és annál a gondolatnál, hogy most utoljára látja azokat a szemeket így, sugárral, meleggel, szerelemmel teleragyogni. Manassé elértette a tekintetet. Hiszen én magam is megkíséreltem már egyszer azt. És tudod, hogy akkor milyen jó sikerült. Az oláh vezér régi ismerősöm. Ez hazugság volt, Blanka megnyugtatására kigondolva és ennek a hazugságnak a büntetése nem maradt el. Blanka megszorította Manassé kezét. Jól van, tégy úgy, járjon veled az úr! Manassé nem folythatott el egy fájdalmas sohajt, amikor Blanka homlokát megcsókolta. Testvére Anna tudott az arcvonásokból olvasni. Megértette a sóhajt. Miattunk ne legyen aggodalmad, édes bátyám. Isten keze szabad velünk. Mi a legvégsőre is készek vagyunk. Rég meghánytuk vetettük mi ezt egymás között. Sokat tanakodtunk róla. Aztán abban állapodtunk meg, hogyha elvész minden, amit szerettünk, hogyha elvész Torockó, ha elvész a hitünk, akkor nem várjuk be, míg az ajtót ránk törik hanem itt van ez a két pisztoly. Mindegyikünk kezébe vesz egyet, a másik szívenek szegezi, aztán mindegyikünk mond egy nevet, amire legutoljára gondolt, és aztán az lesz legutolsó szava. Csak te eredj nyugodtan. Manassé torkát úgy elfojtotta a keserv, hogy nem tudott szólni. Megcsókolta a két szerető teremtést, és azután megcsókolta annak a két pisztolynak a száját. Aztán sietett ki a házból. A piacon találta a nemzetőr parancsnokot. Azzal tudotta menetelet célját, a megrohamozó ellenséget a kötött frigy megtartására rávenni. Addig, amíg bizonyosat nem tudnak, minden összeütközést kerüljenek. Adja Isten, felelt rá a parancsnok. De én nem hiszek benne. A szentgyörgyiek is megkísérelték azt, és békeköveteiket felkoncolták amazok odaát. Sajnálom a fiatal életedet, Manassé. De hát így is úgy is el kell azt veszítened. Mindnyájan Isten kezében vagyunk. Jó helyen vagyunk. Holnap mind együtt leszünk a paradicsomban. Jó helyen leszünk. Manassé elindult Szentgyörgy felé egyedül. Még csak egy pálca sem volt a kezében. Ekkor lehetett két óra délután. 70. fejezet Jó gyaloglónak alig tart Szentgyörgyig fél óránál tovább az út. A falu közelében már találkozott rendetlen csapatokkal Manassé, akik nagyon bámultak rá, de látva, hogy fegyvertelen, nem bántották. Az a nyugalom, az a biztos hideg tekintet mindenkire leigézőleg hatott. Aztán meg dologban is voltak. Vágott marhát daraboltak szét, sütöttek, főztek a mezőn. Előrsök szokás szerint nem voltak kiállítva. Manassé a legelső embert, akinek a képe megtetszett neki, megszólította, hogy vezesse őt el a vezérszállásáig. Amit az egész készséggel teljesített, és útközben egész Jámborul elmondta, hogy bizony nagy baj az ilyen nagy munkaidőben, amikor otthon kellene lenni a betakarításnál. Ilyen messze útra elfáradni az embernek. Nagyon megjutalmazva érezte magát egy sziboráltal, melyel Manasi megkínálta, amikor a kastély kapujában eligazította, hogy merre keresse a vezért. Egy régi órasági lak volt az, amilyeneket már gyéren lehet látni Erdélyben is, magas földszintre épülve, közepén oszlopos tornáccal. A tornác folyosója közepén alant a pinceajtó, mely a gádorba vezet egyenesen az udvarról úgy, hogy a folyosó képezi a pincegádor tetejét. Manassé felment a tornácra, és ott egy csoport átcsorgó fegyveresre találva azoknak megmondta, hogy Diurbánut keresi. A tribúnnal nem lehet most beszélni, mert most ebédel, és az sokáig tart mondta neki az ajtóőr irigységbe vágó tisztelettel. Manassé kivette a névjegyét a tárcájából, és a szegletén behajtva beküldte a vezérnek. A hírnök rövid időn belül visszajött, és azt az üzenetet hozta a látogatónak, hogy köszöntette a tribún, azt üzeni, hogy várjon egy kicsit, addig pedig meg kell az urat kötözni, és aztán becsukni a pincébe, amíg a tribún elvégzi az ebédet, és szóba állhat vele. Nobiz azt Manassé egészen rendjében levő vendégfogadásnak találta. Hát valahány ház, annyi szokás. Az bizony csupa tréfa lett volna neki keresztül ugrani a folyosó melvédjén, és mielőtt az őrök a puskához kaphatnának, a parkba menekülni, és onnan az erdőbe jutni de hát nem azért jött ő ide, hogy mindjárt elszaladjon. Na no, hát kössetek meg, biztatta az őröket. Azok meg csak néztek egymásra, hogy melyik mozduljon a határozott utasításra ezt a nagy izmos embert megkötözni. Amikor aztán kettő vállalkozott rá, nem volt kötél. Na no, hát keressetek valahol egyet, nogatta Manassé a tiltovázókat. Valamelyik aztán kerítette egy istrángot, és azzal Manassé kezeit hátra kötözték. Már most vet ki a tárcát a zsebemből mondta az egyiknek Manassé. Egy kis pénz van benne, azt oszt fel a bajtársak között. Egy pazsurát találsz benne. Azt vidd be, és add át az úrnak. Mondd, hogy olvassa el. Aztán egy szivart gyújts meg a tárcámból, és dugd a számba. Köszönöm. Azután levezették manassét rendjén a pincébe, amit úgy látszik, hogy Diurbánu anti Sambrnak előszobának. Jelölt ki a hozzá követségbe jövők számára. És nem volt elég, hogy a pincegádort nyissák felelőtte, hanem még a pincébe vezető vasajtót is feltárták, oda vezették be, és megkínálták hogy tessék addig helyet foglalni. Itt van egy üres ászok. A hordókat már természetesen felhordták az udvarra, azokon kezdték az igazságszolgáltatást. Azután rázárták a vasajtot, és magára hagyták. A pincegádornak még volt mind a két ajtószárnyán egy-egy gömbölyű ablaka. De a pincajtó felett már csak egy szelelőjük volt, melyen át némi kővilágosság bejuthatott. Manassé egészen sötétben maradt. Gondolkozni kezdett a helyzeten, amelybe jutott. Vigasztalta magát azzal, hogy éppen így bántak vele a monaszterjánál is, leszámítva a megkötözést. Ott is csukva tartották reggelig, és akkor ráálltak a béke feltételeire. Most is úgy lesz hanem amikor az ember szivart szív, az egy-egy pillanatra megvilágítja az arcát. Egyszer csak megszólalt valami a sötétből. Manassé! Ki mozog itt? Hát csak én. A hangról könnyű volt ráismerni a cigányra. Te vagy itt, lányi? Hát te mit csinálsz itt? Mulattom magamat a farkasgúsban. Hát hogy kerültél farkasgúsba? A diurbánó köttetett bele. Verje meg a devla. Mit vétettél neki? Hát azt akarta, hogy húzzam az ő nótáját, amíg ebédel. Én meg azt mondtam, hogy nem húzom. De hát miért nem? Azért, mert nem akarok muzsikálni az én hazám ellen. Szegény cigány, hogy ő nem muzsikál az ő hazája ellen. Pedig milyen van neki ebből a hazából? Egy sárputri meg az országút. Akkor aztán felpofozott, és farkasgusba köttetett, és azt mondta, hogy felakasztat. Bánom is én, ha összetöret is. De még ha a hegedümet összetöreti is, mégsem muzsikálok az én hazám ellen. No, ne búsulj, lányi! Hát hiszen nem is búsulok. Csak azt akartam tőled kérni... Cigány mindenkit tegezett. Hogyha majd kiszívtad a szivarodat, hát ne dobd el a csutáját. Te járhatsz, mert a lábad nincs megkötve. Gyere ide hozzám, és esd a csutat az én számba, hadd rágom meg bagónak. De tüzes lesz a vége. Úgy jó az a cigánynak. Ez a cinikus cigány flegma éppen hozzáillett Manassé magasabb filozófusi nyugalmához. A cigány biztatására gondolt. Na ne fél lányi! Mihegy Diurbánóval szólhatok, majd téged is kiszabadítalak innen. De magadat se szabadítod meg, uram, magadat se. Kám neked már. Ha te egyszer diurbánú kezébe jutottál, olyan jó helyen vagy, mintha a hóhér kezében volnál. Hét követett felkoncoltatott már te előtted, akik hozzájöttek békességet kérni. Pedig azok csak Szent Györgyi parasztok voltak. Kispál, Bedő Péter, Csukor Mihály. Mind fekete körmű emberek. Hát még téged, aki egy adorján vagy, és pecsétnyomos gyűrűt viselsz. No de látod, engem nem konzoltatott fel. Még nem. Azokat elemésztette a étvágyhozónak. Téged tartogat poszpásznak. csemegének. A pálinkát hirtelen felhörpentik. A fekete kávéban elő felkavarják a cukrot, Ismerem én Diurbánot nagyon jól. Majd te is megismered, ha meglátod. Bizony meghalsz te, Manassé, még ma. De hát úgy kell neked. Nem kár érted. Olyan szép, hatalmas termeted van. Magad megehetnél három ilyen diurbánut, ha kihívnád a gyepre, és a helyet idősz a barlangjába, és meghagyod magad kötöztetni. Ha otthon maradtál volna, Tízet megölhettél volna legalább, és a helyet meghagyod magad fogni, mint valami Krisztus. Ne ott Krisztust, fickó, mert megrúglak. Förmett rá Manassé haraggal. Rúgnek, hát no, ugyan szép lesz. Bizony, ha én lettem volna a Krisztus, hát nem is ültem volna arra, mi haszna szamára, hanem kiválasztottam volna báró veselényi ménesséből, a legszebb paripát, és csak egyszer annak a szőrén lehettem volna, ügethetett volna aztán utánam a ponciós pilátus. A cigányek szegézisnek, szentírás magyarázatnak. Végét szakította a kulcsnyikorgás a gádorajtóban. Jönnek már, kiáltott fel a hegedűs. Nem jut már én nekem abból a te cigárétból, manassé. Engem előtted visznek! A szerelőjukon át vereslő fény hatolt be a sötétbe. Fákjával jöttek. A vasajtó felnyílt, két férfi két szorok fákjával jött előre, a pincébe lépve két oldalt az ajtó mellett foglalva helyet. Azután belépett a pincébe Diurbánu. Rajta az ismeretes néptribúni jelmez. Arca felhevülve bortól és szenvedélytől, hosszú haja a süveg alól vállára omlott. Hanem azért mégis rögtön ráismert Manassé. És most már aztán tudta, hogy a cigánynak egészen igaza van. Diurbánú nem volt más, mint Vajdár Benyámin azért Manassé nem vesztette el a hidegvérét. Égő szivarját szája egyik szegletébe szorította, és fejét büszkén felemelve állt meg halálos ellenségével szemközt. Nos, Adorján Manassé, mondta az alakos. Engem óhajtottál meg ismerni? Itt vagyok. Ismersz-e már? Azt mondják, diurbánú vagy, mondta Manasse hidegen. És nem tudnád még más nevemet is? Nem találod az arcomat még valami régi ismerőshöz is hasonlónak? Manasse félrefordította fordította az arcát, hogy ne lássa. Úgy beszélt hozzá. Ha az volnál, akihez hasonlítasz, egy szót sem váltanék veled többet. Hozzád, mint urbánúhoz jöttem, a néptribunhoz. Átadtam a frigy amit a te néped az én népem elkötött. És ajánlom annak fenntartását és megújítását becsületes feltételek alatt. Kérdezd meg a vezértársaidat, milyen váltságdiat szabnak a békéért. No hát, hogy meggyőződjél róla, hogy nem csak diurbánú vagyok, hanem más is, hát nézd ide! Azzal odaszólította az egyik fákja vívőt, és a Manasi által kezébe juttatott frigylevelet odatartotta a lángra. Perc múlva, mint hamufoszlány, szállongott az a levegőben. Most már elhiszed, hogy én vagyok az? Manasi vállat vont, és füstfelleget fújt maga elé. Hát nem találtak ki a te éles eszed? folytatta az alakos, újra hegyével megbökve Manasi mellét hogy az, aki újra meg újra tűzzel és vassal ront torockóra, aki megesküdött, hogy követ kövön és lélegző embert nem hagy ebben a völgyben, csak egy ember lehet a világon? Ez az én napom ma, és torockó éjszakája. Egy híjén arc volt az, eszményi szép vonásokba költözve. Frázis! dörmögte Manassé fogak közül megvetően. – Azt hiszed, ő frázis, amit mondok? – kiáltotta kardjára csapva, és büszkén feltartva a fejét az alakos. – Azt hiszed, hogy tréfálok veled? Hogy irgalmazni fogok? – Ó, én velem azt tehetsz, amit akarsz. Kínosztathatsz, meg is ölhetsz. Erre készen vagyok. De még azzal torockot nem foglaltad el. – ott minden ember fegyvert fogott, és úgy vár rád. Csak eredj, kerest fel őket, és majd te is régi ismerősökre találsz. Védműveik elég jók a te harcosaidnak ellenállni, akikről magad tudod jól, hogy megunták a háborút, és sáncot ostromolni nem szeretnek. Velem egy emberrel kevesebb. De te a torockói völgyből nem hozol hazamást, mint bevert fejeket, és torockon egy követ sem mozítasz meg a helyéből. No hát, kezdjük el ezt a te jégkeménységedet megolvasztani, mondta az alakos, és elkezdte a kabátja ujjait felhajtani a mint a hóhér, amikor kínzáshoz készül. Elmondom neked az egész csatatervünket. Igen, bizalmas akarok lenni hozzád. Amíg az én csapataim látszólagos támadást intéznek a völgyben a torockoiak ellen, mely azoknak minden figyelmét elfoglalja, és egész fegyveres erejük felhasználására kényszeríti, az alatt a székelykő felől előttől az igazi ostromos sereg, mely a székelyvár árkán a várost hátulról rohanja meg, ahol nem maradt más otthon, mint az asszonyok és a gyermekek. Hogy milyen sors vár ezekre, azt megítélheted abból, hogy az órozva támadó seregnek a vezetője is nő. Egy nő, aki gyűlöl. Egy leány, akinek megölték a vőlegényét, megölték az apját, a két testvérét, és ami több minden vérbosszúnál, akit a te testvéreid meggyaláztak, udvarukból csúful kiűztek. Mert az a nő Zenóbia, a te Dávid testvérednek a volt menyasszonya. Most meg az enyém. Legalábbis ő azt hiszi. Ő fog bezörgetni a te házadnak a kapuján, bezörgetni akkor, amikor én a torockai fegyveres népet a mezőn elfoglalva tartom. Ő fogja kiadni a parancsot a rontásra és pusztításra. Az ő kezébe jut a te egész háznéped. Manasi teste végtől végig borzongott ezekre a szavakra. Nagyon sóhajtott. Istentől kemény megpróbáltatás ez. Most már lehajtotta a fejét, nem volt büszkesége többé amit ránk mért az úr, dörmögte aztán. Ugye, hogy mégis találtam a te kemény szíveden egy helyet, ami fáj? Gondolj rá, hogy mi fog történni a feleségeddel. Á, mit feleségeddel? Olyat nem ismerek. A szeretőddel, akivel együtt élsz. Erre a meggyalázására az imádott feleségnek fellobbant a düh manasi lelkében. Mást nem tehetett. Az égő szivart köpte a szemek közé ellenfelének. Az sziszegve törölte le a meggyalázás nyomait az arcáról, és aztán elfolytotta a dühét, és mosolygott. A mosolygása vérfagyasztó volt. Jó van, Manassé, Ez is egy olyan adosságod, amit nem te fogsz megfizetni. Nem torlom ezt meg a te kemény testeden, amely nem érez, hanem a lelkeden, ahol tudom, hogy mi fáj. Ezért a legutolsóért csak úgy, mint a bántalmak, meggyalázások egész litániájáért előbb, nem rajtad, hanem a tiéden, zbórói blankán fogok bosszút állni. Annak ne örülj, di mondta Manassé elhatározottan. Mert abban a pillanatban, amelyben Orf hadad a házunk kapuját betöri, van a házban két asszony, aki a pisztolyt egymás szívének szegezi, és aztán megszabadítja egymást ettől a világtól. Te csak két holttestet kapsz meg. No hát, hogy ezt az utolsó reménységedet is elvegyem, hadd meg a végét. Az a két nő nem fogja egymást megölni. Mert Zenobia hamarabb ott lesz a házatoknál, mint az ostromló csapat. Ő, mint jó barátnő, mint szabadító, fog oda sietni. Azt fogja mondani, hogy Dávid testvér iránti kegyeletes emlékből szabadítja meg őket. Visz számukra Olah orgúnyát, átöltözteti őket, és az általános pusztulás zavara alatt az ő oltalma mellett fognak azok élve megszabadulni. Zenobia azután ide fogja őket vezetni Szent Györgyre. És akkor látni fogod magad előtt Zborói Blankát az én hatalmamban. Hogy mi történik azután? Azt a képzelő tehetségedre bízom. És hogy legyen elég időd és nyugalmad ezt a képet kifesteni magadban, élve hagylak, és egyedül mindaddig az óráig, amíg a jelenésed következni fog. Jó éjszakát! Manassé meg volt zsibbadva. Minden elmet tehetsége szünetelt ebben a pillanatban. Érzékei és öntudata megváltak egymástól. Azon vette észre magát, hogy ismét egész csötétségben van. Foglárai eltávoztak. Nem volt képes gondolatai zűrzavarában megtalálni a kezdetet, nem egy pihenőpontot. Manassé! hangzott fel a pince zugából. Feriatt. Mi az, patkány? Már elfelejtette, hogy más is van ott rajta kívül. Azám, patkány! Egyszer hallottam az iskola mestertől egy mesét, hogy az oroszlán törbe jutott, és aztán a köteleit elrákcsálta egy egér, úgy szabadította meg. Ha leguggolnál ide hozzám, én ki tudnám bontani a fogaimmal a te köteleden a csomókat. Minek? Hát csak annak, hogy egészen más ember az ember, ha a keze szabadon van, mintha meg van kötve. Aztán, ha te kezedet kiszabadítom, akkor te is kihúzhatod az én térdeim alól a rudat, ami engem farkas gúzsban tart, aztán akkor én is felszabadulok. Ülj csak le ide a földre elém. Manassi megtette, ami mondva volt neki. A cigánynak pompás fogai voltak, csak úgy őrölte velük a kötelet, pedig jó erős kötőfék volt az. Garast is harapott ő már a fogával ketté. Manassé ez alatt végig tekintett az egész rém panorámán, mely képzelet előtt elvonult. Lehető lenne az, hogy a székelykő felől megtamadják Torockót? Hogy az est homályban belopozzanak a meredek hegyvágányon? Hogy a védtelen őket meglepje egy bosszú lihegőn ember? Hogy azokat olyan pokoli kelepcébe kerítse? Az egérke az alatt rágott, rágott az ő acélfogaival. Egyszerre csak azt érezte Manassé, hogy a kötél lehull a kézcsuklóiról. Igaza volt a muzsikusnak. Egészen más embernek érzi az magát, akinek a két keze szabad. No, már most húsz ki ezt a husángot közülem. Perc múlva a kis cigány is talpon állt. A kezeiről aztán olyan könnyen lehúzta a köteléket, mintha kesztyű volna. Egészen büszke volt beli. De már most drágán adjuk az életünket. Henceget nagyot ugorva. Mire gondolsz? Hát ketten vagyunk már, és te nálad bot is van. Ha visszajön a diurbánú, én hirtelen a lábai közé szaladok, és lerántom a földre. Te felbeütöd a bottal, hogy ott marad, aztán elveszed a kardját, én a pisztolyait. Aztán kitörünk a pincéből, és meglátjuk, merre tágasabb a világ. Nem kerül arra a sor. Hát mit gondolsz? Nem hallottad, mit mondott? Csak meg akart vele ijeszteni. Ők nem fogják megtámadni torockot. De már támadják is. Nem hallod a puskaropogást? A völgyből valóban sűrű fegyvertűzelés kezdett felhangzani. De nem fognak győzni, nem fogják tudni kivinni azt, amit az az ember elbeszélt. Miért ne tenné? Nem engedje azt az Isten. Te, Manassi, mondanék valamit. Mondjad. De megrugsz érte, Hát nem mondjad. Hanem arról, amit a cigány elhallgatott, elkezdett beszélni az a négyszögletű kis ablak a pincajtó felett. Tűzfény derengett át rajta. Eleinte azt hitte Manassé, hogy ismét fákjával jönnek a pincébe, hanem azután, hogy a vasajtó nem nyílt fel, és a tűzfény egyre behatóbban sugárzott a sötétbe azon a négyszögű lyukon át, akkor rájött annak az eredetére. Azok, akik torockot ostromolják, az alatt felgyújtották Torocko Szentgyörgyöt példaadásképpen, és talán azért is, hogy az éjjeli támadás kivitteléhez kivilágítást adjanak a völgynek. Az egész falu lángban áll. Tehát, amit az az ember mondott, nem volt puszta fenyegetés. Rettenetes valóság az. A szentgyörgyieken már elkezdték a bosszú művét, most a torockóiakon van a sor. De azok védik magukat, és emberül, ahogy a kitartó puskatüzelésből ki lehetett venni. De hát, ha csak ugyan hátulról támadják meg őket a székelykő felől. Egy egész pihent táborral, mely még eddig nem izlelte a vért. Kitarthatja fel azt? Áron, a maga negyven emberével? Manassé még ragaszkodott rendíthetetlen hitéhez. Hiszen van Isten, aki a világot igazgatja, az nem engedheti a legrettentőbbet megtörténni. Nem kellenek ide csodatételek. Egy könnyű zápor, ami eddig még minden este megjelent, és a mezei munkásokat kizavarta a munkából, elég volna arra, hogy a székely árok ösvényét rohampatakká alakítja, és azon át senki torockóhoz ne férhessen vagy ami még a zápornál, a fellegnél is könnyebben megindítható, egy sugallat az emberi szívben, egy önkéntelenül támadó érzés, mely a haragra gerjedt asszonyi léleknek a kegyelem barzsomát kölcsönzi. Aki a szívekbe lát, a szíveknek parancsolhat is. Hasonló elérzékenyülések esetei még a legmegrögzöttebb rablóhősöknél is fordulnak elő. És nem Isten kezében van mindez. Nem késhet el a támadással Zenóbia? Talán szándékosan is. A puska tüzelés olyan régóta folyik. Az éjszaka is beállhatott már. Ki tudja? A pincében tűzvörös félhomály van, odakint meg pokoli fényözön. Az egész utca ég. Manassé tusakodva jár fels alá a pince hosszában. A dorongot hol felkapta, hol eldobta a kezéből. Küzdött benne az ember és a vadállat egymással. Hol az egyik került felül, hol a másik. Most egy erős dördülés vegyült a puskaropogás közé. A dördülés a magasból jött. Az a székelykön történt. És azután a második, harmadik, negyedik dördülés. És aztán egyszerre négy azok áron ágyúi odafent. Tehát csak ugyan megkezdődött a támadás a székelykő felől. Úgy történik minden, ahogy ellensége megmondta. Most szállnak alá Zenobia csapatai a várárkon Torockóra, mert Áron csak nem tarthatja vissza őket. És aztán mi következik? És rövid időköz múlva újra hangzott a nyolc ágyúlövés egymás után. Ezek a lövések kiforgatták Manassét egész eddigi lényéből. Kitörök innen! Ordította magán kívül, és a bezárt ajtónak rohant, negrázva azt vaskarikáinál fogva. Az ajtó nem engedett. Akkor visszarohant a pincébe, szilajon széttekintve, hogy mivel törhet neki. A külső tűzvilág izzóvá tette a pince belsejét. Semmi se volt ott, csak az üres ászok. Kéttőles töltyfa gerendák egymás hosszában. Fickó! kiáltott a enészre. Fogd meg az ászok egyik végét! Mi lesz abból? Kitörjük az ajtót a sarkából. Beállok! A cigány kicsi emberke volt, de minden porcikája vas. Manasi előfogta az ászoggerendát, a muzsikus hátul. Lett belőle római kőfaltörökós. A székelykő odafent nem zuhogott jobban az ágyozástól, mint a vasajtó ide lent a gerendaütésektől. Csoda volt, hogy odafent meg nem hallották. Azoknak más hallgatni valójuk volt most. Szentgyörgy utcáin áldás zsivajt támadt, néstelen, felismerhetetlen lárma. Ezek meg ide lent, abból nem halottak semmit. Végre a vasajtó zárai, amint egyszer a két férfi teljes erejével neki a gerendával, felpattantak. A vasajtó már nyitva van. A gádorajtot már lábbal is ki lehet rúgni. Hé, uram, megállj! Megállj! mondta a fekete művész, belecsimpaszkodva Manassé kezébe. Mit akarsz most? Várj, amíg én kimegyek az udvarra és körülnézek. Lopok neked egy bitang fegyvert. Nincs mire várnom, felelte Manassé, eldobva őt az útjából. Nem kell nekem lopott fegyver. Majd lesz annak fegyvere, aki legelőször szemközt jön rám, és az jó lesz nekem, a gazda meg a pokolnak akkor aztán török előre, amer embert látok, és gázolok az ember rongyban, hogy a két sarkamon folyik ala a vér. A poklokon is keresztül török a feleségemig. És azzal azt a nehéz ászok egymaga úgy hajtotta neki a gádorajtónak, hogy annak egyik szárnya egyszerre kipattant a zárából. Az a rohant, ugrott fel a lépcsőkön, két kezét magasra emelve, tíz ujját, mint a saskesejű, marcangoló lecsapásra görbítve előre. Nem volt ő már Adorján Manassé többé. Némúj el ember szeretett hangja. Első kétségbe józan bölcsészet. Szállj vissza az égbe, Krisztusi türelem. Riadjatok szét, embereket négy felől őrző angyalok. A dúvadak legiszonyúbbika szabadult ki a ketrecéből. A nőstény a segélykiáltását halló emberi hím. Nem ember többé, nem Isten képmása, hanem csak férj, az oroszlán képmása. Fusson előle, akinek ez a világ kedves. Amint a pincegádor küszöbére feltoppant, egy fegyveres alak állta el az útját. De azt az alakot nem ölte meg manassé. Nem zúzta a fejét a falhoz, nem gázolta agyon. Az egy nő volt. Zenóbia 71. fejezet Zenóbia vállán hosszú, fekete köpönyeg volt, fején magas, fekete siveg turultollal, rövid katrincája alól kilátszottak piros kizmái, széles övébe kard volt dugva és pisztolyok. Vissza! kiáltott Manassénak, amikor megpillantotta, és felemelt palástjával igyekezett eltakarni. Maradj ott, ahol vagy! Manassé, még a vadállat, megragadta Zenobia csuklóját, és azt hörögte a fülébe. Hol van az asszonyom és a húgom? Így hörög a pusztai dúvad, amikor áldozatának a karját, akin nőstényét követeli, átharaphatta a fogával. Zenobia elértette a hangot is, a szorítást is, és szomorúan mosolyogva tekintett manasséra. Légy nyugodt! Jó helyen vannak! Otthon a házadnál! Senki se bánthatja őket! A feldühített fenevad kétkedőleg tekintett rá. Ekkor Zenobia oda nyújtotta neki ővéből a kardot és a pisztolyokat. Nesze, vedd át! Neked szükséged lehet rájuk. Nekem nincs. És ezzel önmagát lefegyverezve egészen hatalmába adta magát a vérszomjazó szörnyetegnek. Az elkezdett most reszketni. Maradj veszteg és hallgas, sugta manassénak a lány. Az utcán zsivajgó nép rohant, egymást taposva. Manassé a kiáltozásból ezeket a szavakat vehette ki. Meneküljetek! Háromezer honvéd jött meg aranyosból! Nyolc ágyúval! Minden veszünk itt. A nyolc ágyú egyre dörgött a székely Ormán, a hidasi gesztegről sziporkáz röppentjük ivedeztek alá a völgybe, sietetve a futókat gyertyános, kápolnás, és bedellő felé, az erdőkbe, a mély utakba. Az égő falu nem nyújtott menedéket. A páni rémület futása rohamszerű volt. Rövid időn belül úgy eltisztult az utcáról a tömeg, hogy alig sántikált már egyes sebesült elmaradozó a többiek után. Ennek vége van, mondta akkor Zenobia, aztán megfogta Manassé kezét, és felvezette őt a folyosóra. A szobák üresek voltak. A tornácról végig lehetett látni a mezőn. Szép kivilágítás volt. Az Isten áldása, a búza keresztek, felgyújtva, hosszú sorban égtek, mint megannyi áldozat oltára Káinnak, a búza égetőnek. Az ágyúzás még egyre hangzott a székelykőről. El is hagyhatná már áron, mormogta Zenóbia, hiszen nincs már kit megijeszteni. Aztán oda tette Manassi mellére a kezét, és azt súgta neki. Ha nem tudod, Manassi, minden megijesztéshez két ember kell. Az egyik az, aki megijed. Ha én a népemnek egy szóval megmondom azt, hogy ugyan ne fussatok, akik elétek ágyúznak, nem honvédek rézágyúi, hanem csak Áron bátyja sziklába furt mozsarai, amiből ő puskaport pufogtat, és az a sűrű dobszó a csengezi úton nem közeledő honvéd dandárt, hanem csak iskolás gyermekek csoportját jelenti. Hát akkor most Torockónak vége volna. De engedtem őket megrémülni. Engedtem őket a vad ijegység rohamával diurbánus seregének a nyakába omlani. Az egyik megriadt sereg aztán elsodorta magával a másikat is, mint amikor az erdőégést azzal folytják el, hogy ellenében egy másik erdőrészt gyújtanak meg. Ezzel a mai szétbomlással be lesz fejezve minden. Holnap mind a ketten a földön fekszünk, mint is, ti is, és fejünkre teszi a lábát mindkettőnk megszabadítója a muszka. Egy óra múlva már visszatérhez torockóra ha találkozol a nejeddel és a hugoddal, akik bizonyára otthon várnak rád, mondd meg nekik, hogy láttál ma. Mondd meg nekik, hogy az oláh cíné mint és észben tartó. És nem felejts semmit. Tudod? Semmit. Ők nekem egyszer egy levelet írtak. Ketten egy papírra. Szép, jó szível teljes levelet. Testvérnek neveztek benne meghívtak a telakodalmadra. Tudatták velem, hogy Dávid is ott lesz. Megígértették velem, hogy én is elmegyek. Aláíratták a levelet a kevély, olach gyűlölő Áronnal is. Látszik az aláírásán, hogy milyen erőfeszítésébe került. Ez a levél az én cine mintjém. Megígértem, hogy elmegyek hozzátok. Elmentem. Dávid is odajött. Én vittem oda akkor megígértem nekik, hogy még egyszer visszatérek torockóra, és akkor nem jövő üres kézzel, adok nekik valamit. Eljöttem, megadom. Téged adlak nekik vissza Manassé. Téged, élve. Ez az oláh leány cine Azzal hátat fordított manassénak, mintha haragudna rá, és a tornác melvét falára könyökölt. Manassé a leány keze után nyúlt. Szíve jobban tele volt minden érzelemmel, hogy sem szólni tudott volna. Ne butyúzz még, kérte a leány. Maradj még itt egy kis ideig. Hadd nézzek még az arcodba. Azt hiszem, hogy Dávidot látom. És aztán megfogva Manassé két kezét, mindig közelebb, közelebb emelte az arcát az övéhez, reszketeg ajkai csak nem elérték már azt. Akkor hirtelen félrefordította a fejét. Nem, nem rabolom meg a feleségedet. Erre Manassé két kezébe szorította a leánynak a fejét, és megcsókolta a homlokát. A leány odakapta a kezét a homlokához, és betakarta azt vele, mintha meg akarná őrizni, hogy annak a csoknak a nyoma el nem újon onnan soha aztán dacosan felvetette a fejét, egy rövid nevető hangot hallatva. Ha, te is csak olyan dőfös ember vagy manassé, mint a bátyáid. Nem akarod eltűrni, hogy te légy adossa egy olyan szegény leánynak, mint én vagyok. Most meg már megcsókoltad a homlokomat. Ha te azt úgy tudnád, hogy mennyit ér egy jó szó, egy testvéri csók, mint ahogy én tudom. Ha ezt úgy tudnák azok, akik az ország bölcseinek nevezik magukat. Hogy milyen kevés víz elég volna ezt a nagy tüzet eloltani. Egy könycsepp, egy jehennát. Ne beszéljünk erről. Én három évig fogok fedetlen fővel járni. Tudod, hogy az Olah az apa és a testvér halálát egy évig fedetlen fővel gyászolja. Én rám három ilyen esztendő vár. Végezzünk el mindent most! Én el akarlak benneteket felejteni. Az édeset is, a keserűt is. Ma a fiascuk feljöttéig nem maradok adósod. Nézd, odadom neked ezt a gyűrűt az ujjamról. Ráismersz? Manassé elborult arccal mondta. Ez Anna húgomé volt, amit a hitszegőnek adott. Tudom, benne van a neve a húgodnak. Az a szép ember, aki ezt nekem adta, nem is titkolta azt előttem. Így szólt hozzám. Gyöngyöm, galambom, gyémántom. Nézd, ezt a gyűrűt az ujjadra húzom, és esküszöm, hogy a tiéd leszek. De lásd, addig nem vehetlek el, amíg él az a másik, aki a jegygyűrűmet bírja, mert törvényeink nem engedik. Az a másik ott lakik abban a négyszárnyú házban Torockon. Tudod a nevét. Tudod, hogy mit kell csinálni vele, hogy ne éljen. Hogy aztán elvehesselek. Manassé összerázkódott a borzasztó eszmétől. Zenobia odadobta neki a gyűrűt. Vitt haza neki, az övé. Ugye megjelent előtted az az ember, hogy gyötörjön, hogy kigunyoljon, hogy kinyaidban gyönyörködjön? Ugye leszállt hozzád a börtönödbe, és ott elmondta neked, gúny kacagva, Isten káromolva, hogy van egy ördögi némber, aki a vad vérengzés közepette oda fog olálkodni a te nejed és testvéred házába. Szabadító angyal állarc alatt el őket szöktetni magával. Megakadályozza, hogy nemes asszonyok módjára öngyilkossággal váltsák meg magukat a gyalázatos haláltól, és aztán az ő pokoli hatalmába keríti őket. Így beszélt hozzád? Mondta mindezt. Úgy van. Zenóbia kacagott a dühstől. No hát, még valamit ajándékozok neked. Hiszen a közmondás szerint apró ajándékok erősítik meg a barátságot. És ez lesz a legkisebb, minden elajándékozható tárgyak között. Tehát az a szép délceg ifjú, aki nekem azt a gyűrűt ajándékozta, és aki nekem vőlegényem, legalábbis ő azt hiszi magáról, ott fekszik kint az árokban. A lova megijedt a nagy riadástól, és ledobta a hátáról. A lovagnak eltörött az egyik lába. Futó népe ott hagyta heverni, a futók keresztül bukdácsoltak rajta, és senki nem vette fel a hátára. Gyűlölte mindenki és Isten büntetését látta balesetében, és az oláh fél azon segíteni, akiről azt mondja, Isten sújtotta le. Erjat lovát megtalálod a puszta templomban. Az jó lesz neked hazalovagolnod rajta torockóra. Az embert pedig megtalálod valahol a kalandják között elbújva. Cigány is van veled. Felakaszthatod a legközelebbi fára. A te emberedő, nem az enyém, Norogbun! Jó szerencsét. Azzal egy érc sípot megfújt, arra egy csatlós előjött az akolból két hegyjáró mokánlóval. Zenobia felvetette magát az egyikre. Még egyszer mondta Manasénak Norogbun, és azzal elvágtatott a bedellő felé vezető úton, amerre legkevesebb nép futott. 72. fejezet Manassé, mint egy megbűvölt, mint egy álomjáró, bámult ki a káoszba. Előtte füst és láng, az utcákon végighordja a szél a tűzfellegé porló ciporkát, égő gerendák recsegése, ropogása hangzik körös körül, ami merőben hasonlít ahhoz a zajhoz, amikor egy nagy művész zárójelenésénél az ezernyi ezer nézők serege elkezd egyszerre tapsolni. A végzetes nap rohamos eseményei, az egymást kitörlő ellentétes fordulatok, a minden irányba elragadó indulatszörnyetegek, a váratlan meglepetések, a hihetetlen és mégis való olyan nyomással nehezedett a lelkére, hogy el volt kábulva alatta. Még karjai feszültek a dühtől, mely börtönajtait keresztül törni segítette. Még agya lángolt az indulattól, mely felszabadította őt az öldöklésre. Még képzelett előtt ott állt a rettenetes kép, melytől a vére lángra gyulladt. De a szemeit már elhomályosította a könyv, mely a megszabadítás csodáért jött áldozat permetegnek. És széles, erős melle reszketett egy önkéntelen borzadájtól. Hallgatott és bámult. Oda támaszkodott egy oszlophoz. Az oszlopon repkény futott fel egész a tetőig. Az égő háztetőről tüzet fogott a repkény, a gyantás levelek sisteregve lobogtak mind alább, egymást felgyújtva, és ahány annyi felé fújva a sipoló lángot. Nem látta, nem hallotta azt. Manassé, uram, kövé váltál! rikátyolt az udvaron a kis cigány. Most mindjárt meggyullad a fejed. Szállj már le onnan. Ne okumlálj tovább. Én is megtaláltam a hegedűmet. Szaladjunk, míg ránk nem esik a ház. Manassé eszméletihez tért. A kastély is égett már. Minden templom lángban állt. Egy-egy harang megkondult magától, amint az égő toronytető gerendái ráhullottak. És ami a katasztrófát még borzasztóbbá tette az, hogy emberhang nem szólt bele. Tűzoltok lármája, kárvallók jajgatása nem zajgott a pokoli zenek közé. A rombolás eleme parancsolt egyedül, a lakosok elmenekültek. No, uram, mondta a muzsikus, tegyük azt, amit az a szép leány mondott. Te egy a puszta templomba, és kerest fel a diurbánulovát, én meg megyek a mezőre, és felkeresem őt magát. Itt a két pisztoly meg a hangyar. No, nem kellenek? Hát nekem adod? A cigány boldog volt, hogy rámaradt minden fegyver. Ővet csinált magának a szétbontott kötelekből, amiket a börtönből felhozott, és abba dugta az öldöklő szerszámokat, eltakarva valamennyit a felülöltött kabátjával. De siessünk ám, Hát hát, ha visszajönnek! Manassé hagyta muzsikust szaladni, és elindult a puszta templom felé csendesen. Jó messze van az a kastélytól, az útfélen. Egy értelem nélküli épület. Négy puszta fal. Nem rom, hanem sohasem volt rajta tető, és sohasem volt bevakolva. Egy abba hagyott templom. A legendakör háromféle változatban is magyarázza eredetét. Az egyik azt mondja, az építő földes úrnak az a szokása volt, hogy mindent a felesége kedve ellen csinált, és ha valamiről megtudta, hogy az a feleségének tetszik, rögtön abba hagyta. De szép templom lesz belőle, mondta egyszer az asszony. És az úr rögtön abba hagyatta a munkát. A másik azt meséli, hogy az úr egyisten való volt, de egyszer megneheztelt a hit felekezetére, és elhatározta, hogy Helvét hitvallásúvá lesz. Úgy, de református templom nem volt a faluban. Épített tehát magának egyet. Mire azonban a templom falai elkészültek, nagyobbat gondolt. Római katolikussá lett. Olyan templom meg már van a faluban és a megkezdett feleslegessé vált. A legvalószínűbb a tradíciók között ez a legutóbbi, hogy a templom építője csak ugyan Calvin követő volt, és komoly, kegyeletes szándékkal fogott egy negyedik templom építéséhez, ami még hiányzott a faluból. Már készen álltak a falak, a tetőzet is össze volt állítva az udvaron, csak fel kellett volna tenni. Ekkor hírül hozzák az úrnak, hogy a villám beleütött a malmába, és felgyújtotta azt. Erre az úr szekére rakatta a templomtetőt, elvitte a malmához, és azt fedette be vele. El kell ismernünk, hogyha piétás nincs is ebben a történetben, de logika van, és jellemzi a kemény nyakut. Manassé belépett a puszta templomba, és ott találta a paripát, ahogy Zenobia megmondta. A lónak az a szokása, hogy tűzveszékor szeret sötét épületekbe menekülni, amikor aztán dologba kerül onnan kivonszolni. Amikor Manassé a mesztelen négy fal közé lépett, az volt az első eszméje, hogy íme ebben a templomnak gunyolt épületben sohasem emelte még szavát Istenhez emberi teremtés a mén, mely a vészből ide menekült, rémült nyerítésével kérdezi a lángoló égtől, hogy hol van az ő teremtője. Az az állat, mert megtanult az emberrel együtt örülni, rettegni, harcolni, menekülni. A vérengzők bűntársa, a hős szobrok kiegészít alakja, a munkásnak kenyérkereső társa, az emberüldöző nagy veszedelemben az egetkereső szemeivel Szótagolatlan kiáltása a felhőkhöz hangzik fel. Ebben az Isten látó magányában olyan elfogulást érzett Manassia szívében, melynek meg kellett magát adnia. Az önmagához visszatért lélek önvádló szemrehányása volt az, hogy tudott egy pillanatig kételkedni. Érezte közvetlen közellétét az égő csipkebokor hevítő szellemének, aki a csodáit emberi szív és emberi gondolat által hajtja végre. Aki abban a percben megállította, amikor őt megtagadta. Odaborult borult arccal a falhoz, és hálát adott. A puszta templom falait, amiket keletkezésük óta nem keresett fel más, mint a denevér és a varangy, amiket körülzöldült az emberlak kísérő gyom, dudva aminek legenda körét képezte a csúfondáros történetcsoport, ma felszentelte a legőszintébb, a legigazabb ima, mely nem szól szavakban. A filozófus, aki dicsőíti az Istent. És homlokát a falnak támasztva megtelik érzéssel, és megszűni gondolkozni, amíg érez. 73. fejezet. Nem csak a falu égett, hanem a mező is. A felgyújtott kepéktől meggyulladt a tarló, és a terjedő láng hullámzott előre, mint egy lángoló tengerdagály. Az éjjének fényes kivilágítása volt. A cigánynak pedig éles esze és éles szemei. Ki tudta számítani jól, hogy aki egy törött lábbal ezen az égő mezőn keresztül akar menekülni, hanak más útja nem lehet, mint a zöld hűvel benőtt vizárok, melyen át a patakot a rétre szokták leereszteni. Itt a magas somkorok és lapulevelek bozottjában aztán könnyű volt észrevenni az ő vércseszemeinek egy nagy kinnal előre baktató alakot, mely két könyökén csúszott előre, és fél kezével kardját tokostul mankonak használta, a másikkal köveket és a sásbozótot hárítgatta el az útjából. A bugdácsol alak, amikor észrevette, hogy az árokparton valaki fut utána, meglapult a bozótban. Erejtette magát a keserű lapú meg a vatsorska levelei alá. De a cigány meglátta már. Amikor közelért hozzá, elővette a hegedűjét, és elkezdte a húrokat pengetni. Biurbánu, most mondd már, hogy melyik a te nótád. Húzom már! Csak te járjad! Amint a menekülő megismerte a közeledőt, felemelte a fejét a bozottból. Te cigány, gyere közelebb! Tám bolond vagyok, hogy jól hasba lőj. Nincs nálam pisztoly. Ebb hisz neked! Láthatod, hogy a vízben fekszem. Ha volna is pisztolyom, átazott volna benne a lőpor, nem sülne el. Hát aztán minek menjek én oda te hozzád? Szabadíts meg! Hát aztán nem köttesz farkas gúzsba? Ha innen megmentesz, úrra teszlek. Kapsz tőlem ezer forintot. Csak olyan sokat ne ígértél volna. Elhinném, hogy megadod kezedbe adom rögtön. És aztán, ha ide adtad, nem ütsz fejbe, és nem veszed vissza megint. Ne lotyog olyan sokat, valaki meghallja. Vannak még a faluban? Igen, a senki, meg a semmi. Merre vonult a tábor? Ki erre, ki arra, ki meg erre amarra. Vigy a hátadra, és vigyél utána. Jaj, hallod, nehéz dög vagy te az én gyönge csontocskáimnak. innen utol nem érette azt. Odaig én el nem cipelhetlek, ha a székelyköt nekem adod is. Ne is cipelj odáig, csak innen vonszolj ki. Tartok tőle, hogy a torockóiak előjönnek a tarlót eloltani, és akkor rámakadnak. Nem az, hogy ők akadnak te rád, hanem te akadsz őrájuk. rájuk. Vigyél ki innen a hátadon. De nem vágsz le azzal a bolond nagy karddal, ha közel megyek hozzád? Félek a kardottól nagyon. Ha félsz, hát nesze, fogjad! A menekülő odahajtotta a cigán lábaihoz a kardot, amit az azután mivel hogy a derekára kötve nagyon hosszú lett volna neki, a karcínál fogva a nyakába kötött. Így aztán egészen a termetéhez illett. Akkor aztán leszállt a lába Na no hát hol fogjalak meg? Talán bizony eltörött a lábad? A földön fekvő nyögött és káromkodott, amíg a cigány felvette a hátára. Azt mondta, hogy iszonyú kínokat áll ki. No, csak arra gondolj, hogy hát, ha a fogad fájna, az mennyivel nagyobb baj volna. Hát, csak kapaszkodj bele a két markoddal a hajamba, ne félj, nem szakadasz ki. A tehetetlen ember végig káromolta az églakók minden seregét. Hát aztán hova lovagoljak veled? Vigyél a falu végére, a puszta templomba! A puszta templomba! kiáltott fel a cigány nevetve. Te magad akarod, hogy a puszta templomba vigyelek? Hanem akkor ideként káromkod ki magad, mert a maga házánál nem szereti a gazda, ha sígyak. Hát aztán minek vigyelek oda? Mert annak nincs teteje, ami beégjen. Ott leteszel, aztán elszalasz gyertyánosra, és fogadsz egy szekeret, amely értem jöjjön azonnal, és felvegyen. Te is ezer forintot kapsz tőlem, meg a szekeres is. Ahány órával napfelkelt előtt visszatérsz, annyi százast kapsz azon felül. Nem látott te azt a nap feljövetelét, dörmögte magában a muzsikus, és aztán nekiramodott a lovaglásnak. Nem volt neki az a teher nehéz. Elvihette volna hátán egész gyertyánosig. De az úr maga akarta, hogy a puszta templomba vigye. És az Úr parancsol nem aló. 74. fejezet Az a neves állat, mely a hartról embert kiegészíti, amint a puszta épületben megjelenő férfi észrevette, odament hozzá egészen közel, előrenyújtott nyakkal, sörényét felborzolva, kitágult orjukaiból forró gőzt lövelve, és aztán, hogy azt látta, hogy az a falhoz van fordulva, elkezdett csendesen röhinteni, lábával kaparva a földet. Meg akarta szólítani az embert. Az pedig nem volt most ezen a világon. Messze, messze, ahova ennek a kis planétának pistla fénye el sem látszik, Ahova az emberi indulatok átokfogantatos spórái fel nem szállnak, ahova a betegségéből kigyögyült lelket a földi szenvedély ragálygerjesztő parazitai nem követhetik, annak az országában járt, akinek neve igazság és szeretet. Aki, ha csodát akar tenni, egy édes köntseppel elolt egy tűztengert, egy meleg sóhajtással elfúj egy harcoló tábort. Ott találta saját jobbikényét, aki tervizőtt magától, amikor elindult öldökölni. Ekkor betoppan az épületbe egy ember, aki egy másik embert hoz a hátán. Messze hát, Manassé! Itt van neked Diurbánu! Ezzel a szóval odadobta a hátáról a cigány élő terhét Manassé lábaihoz a földre dobott ember ordított a fájdalomtól és rémülettől. Olyan iszonytató ordítás volt az, hogy a paripa felriadva kezdett el körülfutni az épületben, horkolt és fújtatott, és az ablakon ki akart ugrani. Manassé megdermedve bámult a lábainál fetrengő ellenfélre, akinek egykor oly szép, daliás arcát a testi kín és a rémület egy elkárhozott képévé facsarta el. A magával tehetetlen alak lassanként leküzdve kinyát és rémületét, ordítással elfolytott hörgéssé csilapult le. Őkvére támaszkodva félig felemelkedett. – Őj meg gyorsan, ha ember vagy! – rikátyolta kínfolytott hangon. Manassé karjait összefonva állt előtte. Választható számára a halál nemeik közül. Csak egy szó kellett az ajkairól, csak egy felemelése a mutatójának, és a gyűlölt láng kivonultva vele. És maga a lábainál fetrengő, mint jó kéri ezt most tőle. Megalázva, megtörve, ördögi tervébe megcsúfolva, önlelkének mardosásaitól kínozva, a halál menedék volt most ránézve. Manassé csendesen ingatta a fejét. Nem, Vajdár Benjamin, a te véged nem az, hogy én megöljelek. Aki Káint megöli, hétszer átkozott az. Az én kezem halálcsapásától megőriz téged egy adott szó, melyet egy angyal szíve őriz, akit te semmivé tettél. Nem öllek meg én, és nem engedlek megölni másnak. Nézz szét magad körül. Ez a romlás, a pusztulás, a teműved. műved. Ezelől a szörnyű kép elől neked egy örök szembehunyással elmenekülnöd nem szabad. Élni fogsz még sokáig. Folytatni fogod az utat, amelyen elindultál. Halmozni fogod a rosszat a rosszra. Üldözni fogod azokat, akik jót tettek veled. Kegyetlenkedni fogsz azokkal, akik irgalmasak voltak hozzád. Küldetésed ez. Töltsd be! csapás vagy rajtunk. Isten általad akarja kipróbálni szíveinket. Hajd végre! Találj ki számunkra mindent, ami szenvedés. És aztán éj addig, amíg átkozott sorsod visszahoz ide a mi küszöbeinkhez, megtörve, megalázva, kiűzve az egész világból, hogy itt találj utolsó menedéket. Hogy ezeknek a házaknak az ajtajánál amelyeket most elpusztítottál, kolduld a minden nap kenyeret, és azoknál, akiket halára üldöztél, találd meg az egyetlen vigasztal szót. Ezt teljesítse be rajtad az Isten. Egy szidalmazó szót nem ejtett közbe. És mindezt németül mondta el neki, hogy a cigány előtt meg ne szégyenítse. Vajdár Benjamin ökrének hüvelykúját harapta fogaival, arcát a föld felé fordítva. A paripa ez alatt ismét visszatért oda, ahol embercsoportot látott. A tetőtlen ház felett nagy tűzfellegek vonultak el. Szikra gomolyok, amikből zsaratnok eső hullott alá. Gyere, segítsd öt felkötni, mondta Manassi a zenésznek. Melyik fára? kérdezte az, a köteleket oldozva a derekáról. Ennek a lónak a hátára. Törött lábbal nem ülhet a nyerekben, ha nincs odakötve. Aha, áldom az eszedet. Azt akarod, hogy hazavigyük elevenen. Ez lesz igazán jó. Parádét csapunk vele. Manassé felemelte karjainál fogva a tehetetlen alakot, és felültette a nyerekbe. A cigány odakötötte a térdeit a nyerekszorítóhoz. A lovat nehéz volt a puszta templomból az égi utcára kivezetni. Előre feszítette a lábait, fejét kapkodta, ágaskodott, visszafelé toporzékolt. Majd én vezetem, mondta Manassé, kivéve a cigány kezéből a kantárszárat. Te hajtjad hátulról! aztán Vajdárnak szólt ismét németül. Ha kint leszünk, fordítsd a lovat a bedelői útra. Ott sötét van, arra elmegy a ló. Amint aztán kiterelték az utcára a csökönyös paripát, ott egyszerre felrugott az, hogy a cigány hanyatt esett a szelétől. Manapség kieresztette kezéből a kantárt, és a ló vágtatott, amerre legsötétebbnek találta a vidéket. Elszalasztottad? kérdezte a feltápaszkodott cigány. Jaj, 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 miért nem engedted, hogy én fogjam a fejét? Jaj, jaj, majd én bolond leszek neked máskor ezer forintos pecsenyét hozni, hogy a vadásztáskádból elszalazd. Ne búsulj, barátom, mától fogva mindennapos vendég vagy a házamnál. 75. fejezet Hanem már most igyekezzünk haza. Csak már a lovadat is el ne vitte volna. Az övé volt. Jaj, de bolond vagy te, manassé, ha még a háborúban sem mered a más lovat elvenni. Hát már most menjünk gyalog, aki hamarabb odaér. Siettek versenyben. Manasénak jó hosszú lába volt, de azért az apró cigányt nem bírta legyalogolni, az úgy futott utána, mint a nyúl. Egyszer aztán elővette a hegedűjét, és elkezdte a rákóczi nótáját húzni, obligát zenekar kíséretül. Mit csinálsz? szólt rá Manassé. Csak nem akarsz zeneszóval kísérni Torockóba? Nem a tisztesség kedvéért teszem ám én azt, Manassé, hanem azért, hogy a torockóiak most már a város alatt lesben állnak, és ha meglátnak bennünket, még azt gondolják ellenség jön, és belénk lövöldöznek. Pedig kár volna az én gyöngetestemért. Hát én értem, nem? Te érted, nem? Mert ha te elpatkolsz, neked szép fiatal feleséged van, mindjárt elveszi más. De ha én felrúgok, az én asszonyom tyúf, mint egy boszorkány. Az senki, az ördög se veszi el többet. Ez olyan indok volt, amit nem lehetett megcáfolni. Manasit tehát engedte, hogy győztes hadseregét teljes tábori zenekar kísérje hazáig. A hadsereg is egy emberből állt, a zenekar is. Amíg ők nagy zeneszóval vonultak előre, szemközt jött rájuk annál nagyobb dobszóval, a torockói nemzetőröket csapatja, köztük három Adorján testvér. Ezek éppen Manassét mentek megkeresni, és nagy volt az örömük, hogy fele úton találták. El voltak rá szánva, hogy Szent Györgyig mennek érte, és erőszakkal is kiszabadítják. Semmi baj sincs, nyugtatta meg őket Manassé. Azok nagy diadallal kísérték őt hazáig. A város végén az útfélen ülve várták őt Blanka és Anna. Ott vártak rá az árokparton, a fűszfák alatt. Azt nem lehet betűkkel leírni, amit az újra találkozó szerető lelkek mondtak egymásnak. Ahhoz előbb a világnyelvet kellene feltalálni, melyet minden ember megírt, és mindenki megtanul egy pillanat alatt. Szent őrjöngés volt az amikor a diadalmenet az Adorján házig írt, Manassék két karjára emelve vitte két drágosságát, hogy lábaikat bene szennyezik az utcasárral, Éppen akkor érkezett meg a másik diadalcsapat is a székelykőről, három bátya és negyven vitéze. Nos, gyermekek, hát hogy vágott az három bátya ágyú telepe? kérdezte diadalmas arccal az öreg. Azután a hálálkodó asszonycsoport közül kimenekedve, odament ment Manasséhoz, és a vállára veregetett büszkén. Meg volt bíza az édes öcsém Isten segítségével, és nem került többe, mint húsz font puskaporba, és egy lat székely furfangosságba. Manassé meghagyta az öreget a maga hitében, és nem rontotta el a dicsekedő örömét. Nem mondta el neki, hogy ami megnyerte ezt a hihetetlen, csodaszerű győzelmet, az egy latra nem vehető valami, egy árnyék, egy gondolat, egy szívben megpendülő húr hangja volt. Gyöngyegy lelkeknek messze távolból összefelelgető szeretete. A diadal oroszlán része ezeki az asszonyoké. Azoknak sem mondott el mindent, ami vele történt. Csak Annának adta vissza elhozott gyűrűjét. A leány hevesen ragadta meg bátya kezét, amikor a gyűrűt meglátta. Ő volt Diurbánó? Valóban ő volt. Te megölted őt? A kezem között volt. De amit neked megfogadtam, azt megtartottam, és engedtem őt futni. Majd egyszer, ha nagy nyugalmunk lesz, elmondok mindent, ami ma történt azzal letörölte testvére szemeiről a könnyeket, és szobába vezette őt, visszakapott jegygyűrűjével. Hadd kérdeze ki ezt a gyűrűt egyedül. A vele történtekről hallgatott manassé, mint egy szobor. De annál kevésbé hallgatott a muzsikus. Ő nem várt vele, míg nagy nyugalom lesz. Nem engedte a maga oroszlán részét a győzelemből senkinek. Még azon az éjjelen elmondott mindent a templombástyában összegyűlt, te Deumot éneklő népnek, meg a leányiskolában mulató vitézeknek. Csak az volt a hiba, hogy a megtörténteket olyan exorbitáns hazugságokkal keverte össze, hogy azokat nem lehetett historiai adatokul feljegyezni. Tízszer elmondta a hősköltemény katasztrófáját mind a tízszer másféleképpen. Hallgatói mind a tíz fölét elhitték neki. Valamennyiben manassé volt a mítoszi hős, Sámson, botond, Szent László, aki egymaga küzdött seregek ellen, vasajtókat tört ki, ászoggerendát forgatott buzogán gyanánt, söprötte az ellenhadakat soronként. Utoljára magát a fővezérüket, diurbánot is elfogta röptében, annak kezét lábát összetörte, úgy kötötte fel egy vad lóra, hadd vigy el hírmondónak hívei közé. Aki kételkedni akart valamiben, annak előmutatta az elhozott trofeumokat, a pisztolyokat, a hangyárt, és magát a legnyomatékosabb tanujelt, diurbánó ezüsthüvei kardját, amit már nem lehetett elvitatni. A cigányt etették, itatták, az asztal főre ültették, úgy hallgatták. Szörnyű nagy lett a becsülete az egész közönség előtt. Hanem egy dologgal volt megakadva: Mit csináljon a közbejött asszonyjal? Zenobia megjelenését lehetetlen volt a történetből kihagyni, de nem illett az ő elbeszélésebe sehogy se. Végre talált számára helyet és módot. Hát, amint malassé, miként sámson a filiszteusokat, Ezrével agyonvert az ellenfeleit, akkor eléje került a peánai hős Amazon is. De amint az meglátta ezt a szép deli ifjút, egyszerre vége lett minden vitességének. Eldobta a fegyvereit, itt vannak, aki nem hiszi, megadta magát, és arra Manassé fogta a szép menyecskét, és azt bizony kedvére megcsókolgatta. De már ez hazugság, cigány! ordította rá a hallgatóság, az a fogták a galériát és kidobták a mulatságból. És vége volt a becsületének, azért az egy igaz szóért, amibe vesztére belebotlott. A székelyköd tetején ma is láthatók még a sziklába furt ágyuk, amikkel Áron bátya a nagy csatát megnyerte, és nagy ünnepiek alkalmával hatalmasan ágyúztak belőlük. Ezek voltak az utolsó ágyúdördülések Erdélyben. Két héttel később elhallgatott minden fegyver. Vajdár Benjamin hat hét múlva került vissza Bécsbe nagyszebemből, ahol addig törött lábával feküdt. Amit hazavitt nevezetes expedíciójából az volt, patronusai számára egy nagy tömeg elpazarolt pénz hűlt helye, magának pedig egy bicceni láb Mely egyik nagy előnyétől, a táncképességtől végképpen megfosztotta. Az átkokat nevezzük puszta légnek. 76. fejezet A valódi küzdelem még csak most kezdődik mert azzal, hogy kicsavarják az ember kezéből a fegyvert, még nem adták meg neki a békét. Minden eszköz fegyver marad a kezében, és minden gondolatja haditerv. Minden küzdelmünk között a legnehezebb és a legszakadatlanabb az, amit a kenyerért folytatunk. Maguk a harcolók nem is tudják talán, hogy harcolnak. Csak azt érzik, amikor megsebesülnek, vagy amikor kiéheztetik őket, vagy amikor egyszerre felrobbantják alattuk az aknát. Hanem a hadvezérek, akik az apró harcosokat igazgatják, azok jól ismerik a maguk csata csatatervét. A torockói völgyben is vasat készítenek, meg a vesztfáliai hegyek között is. Azért készítenek vasat, hogy kenyerük legyen. A vesztfáliai munkások gőzgépekkel dolgoznak. Főkohóikban száz lóerejű gőzfújtató tartja ébren az örök tüzet, a 10-20 éves kampány alatt szakadatlanul, és hámoraikban éppoly oly megszűnés nélkül zuhog az ezer gőzkalapács. Gyáraikból kerülnek ki a vashidak, a kristálypaloták oszlopai, boltozatai, a hadihajok páncélja, a gőzgépek alkatrészei, az újabb kori ipar csodái. A torockai munkások pedig dolgoznak a tenyereik verítékével azon mód szerint, melyet az első Würzburgi telepesektől eltanultak, a termésvasat most is a hátukon cipelik fel, rozog a mászva fel Isten kísértő aknajukakból. Kohóikban most is a patak vize segíti a tüzet fújtatni, saját maguktól kitalált malonforma gépezettel, és ami a kóhóban megmarad tisztavasnak, azt úgy hívják, hogy kenyérvas. Ugyan kemény kenyér. És mint hogy a bánya ritkán egyemberi, a kisült kenyeret azon melegen feldarabolják, embererővel. Ketten két fejszével nekiállnak, és addig vágják, míg ketté vágják. Az ilyen vasból azután készítenek ásókat, ekevesakat, kaszákat, keréktalpakat. Ebből áll a vidék szükséglete. Igaz, hogy az ő faszénnel olvasztott vasuk a legjobb a világon. A bányász bányásznép ebben az évben, datára a háborús világnak, 12.000 darab ilyen kenyeret sütött ki. Minden kenyér nyom egy mázsát. Mázsája megért 18 forintot. Nekik az gazdagság volt, éltek belőle. A torockai népnek aztán szép fehér kenyere van, aminél nem lehet kedvesebbet kívánnia mi atyánkban. A vesztfáliai bányásznépnek pedig a kenyere száraz és barna. És nem csak barna, de néha kék is. Minden esős esztendőben megterem a vidék gabonájában az anyaros, és attól a kenyér kék lesz. És azt meg kell enni, mert az Úristen úgy adta. Attól a kenyértől pedig sok ember betegséget kap. Olyan ragájt melyet nálunk senki sem ismer. Görtyökkel, kínokkal jár. Az ember előre borzad, amikor a kenyerét a szájához veszi, tudja, hogy mérgeteszik. Már most aztán a Westfáliai munkás jobb szeretné, hogyha ő ehetni meg a fehér cipot, amit a torockai munkás felszel, és a torockoinak adhatná cserébe azt a sötétkék vakarcsot, amitől az ő tagjait összehúzza az ergotizmus görcse. Anyaros mérgezés! Ez a hadviselés a kenyérért, Hanem a vezérek, akikre védelem van bízva, azt mondják. Ho -ho, bíz ide be nem hozod azt a te kék szürke kenyeredet. És erős sáncot vonnak a támadók ellen határvám alakjában, mely a külföldi vasat visszatiltja. Ha valami állambölcs egyszer ezt a sáncot egy tolhúzása lerontja, akkor bizony megindulnak a vesztfáliai aranyrostól kék kenyerek torocka ellen, és azokat nem lehet Áron bátya ágyúival elijeszteni. Manassé nagyon jól látta ezt a bal helyzetet előre. A kis, boldog völgy paradicsom jelégültségének alapja a vasipar. És ez abban a kezetleges állapotban van, hogy amint a szabad verseny ránehezül, össze kell alatta az öregeket hiába ösztönözte. Azok már el nem téríthetők a maguk ősi szokásaiktól. Tíz-tizenketten összeállnak egy bányát művelni, ahogy apáiktól látták, és megosztoznak a kenyéren. Amint a hadjáratnak vége volt, a hadseregnél szolgáló torockói ifjúság letette a fegyvert, és hazament vaskenyeret vágni. Ez volt a megpihenés a harc után. Egész lelki megnyugvással folytathatta a munkáját ott, ahol elhagyta. A bányász nép mindenkor fel volt szabadítva a katonáskodás alól. És ezt nem kegyelemképpen engedte neki az ország, hanem azért, mert saját érdekében állt, hogy a bányaművelés ne csökkenjen. Azért a torockóiak, ha hallották, vagy ha olvasták is későbbi időkben az erős rendeleteket, hogy ebből meg ebből a korosztályból való hinnemű emberek siessenek bizonyos napra Károly Fehérvárra és ott csontjukat és bőrüket annak, aki ahhoz igényt tart bemutatni, azt hitték egész jó lélekkel, hogy ez nem nekik szól, és láttak a maguk hadviselése után. Manassé ezekből a fiatalokból alakított egy munkáscsoportot, melyel szülővárosa vasiparának új korszakát akarta megindítani. Nálunk mások megfordítva kezdik. Előbb építenek egy ötemeletes gyárat, azután szereznek belé gépeket, akkor elindulnak összeszedni a külföldről azokat a munkásokat, akik legdrágábbak, legkorhelyebbek, legengedetlenebbek. Amikor ez együtt van, akkor szereznek egy igazgatót, aki nagyon sok dologhoz ért, csak ahhoz az egyhez nem, amit az a gyár készíteni akar. És amikor aztán minden teljes folyamatban van, az iparcik erősen készül, akkor néznek szét, hogy hol kaphatnának a számára piacot és vevőt. És amikor aztán megy pompásra minden, mint a parancsolat, akkor kezdenek el számítani, hogy mennyivel is került többe nekik maguknak a produkált iparcik, mint amennyért el tudják azt árusítani. Manassé pedig megfordítva kezdte. Először a már ismeretes piac megtartását vette feladatául, nem vágyott nagyobbra, mint minden figyelmét azoknak a gazdasági eszközöknek a kiállítására fordítani, amik mindent anyán szükségesek. Egy célszerűen javított ekével is el lehet indulni világhódításra. Az egyszerű földművelő gép tökéletesítője magasabban áll az érdemhágcsón, mint a vasút királyok, mint a vont kövű ágyuk öntői. Azután utána látott Manassé, hogy a feladatot megértő munkásokat képezzen. A hazatért fiatalok éppen legalkalmasabbak voltak erre egy kis katonás fegyelemtartást hoztak haza magukkal, ami munkásnak nem válik kárára. Megszokták az egyivét tartozást és a munka célszerű felosztását. Manassé többeket kiküldött közülük Németországba, hogy a porosz kohászatnál képezzék ki magukat. Ilyen módon szándékozott egy nagyobb szabású, és az újkori tanulmányokat felhasználva működő vasgyárat meghonosítani szülővárosában, mely azt képesít tegye majd a külversennyel szemben is elfogadni a harcot. És a terv, mely alant lett kezdve, szépen fejlődött felfelé önmagából. A fiatal munkások kedvel dolgoztak. A munkásnak az ad kedvet, amikor azt látja, hogy munkaadója érti a dolgát, és tudja, hogy mit akar elérni. Manassé mindenütt ott volt maga. Az egykori konziliáriust, a magas pályakörű diplomatát senki sem ismerte volna fel a tüzes gyárvezetőben, de még a hajdani festőművészt sem. Nagy szerencséje volt, hogy nehéz vállalatának üzleti részét egy olyan társra bízhatta, akinek először a lelkiismeretességéről biztos volt, másodszor a számításában semmi kifogást nem tehetett. Aki a főkönyv vezetését a legapróbb részletekig értette, és az egész üzlet állásáról minden nap számot tudott adni. Ez is klenódium egy iparvállalatnál. De még ebben a számokkal veszedő üzlettársban is nehezen sejteni valaki a hajdani Káliári hercegnőt, az bórói Blanka grófnőt, akinek a zárdában azt tanították, hogy még a cipője szalagját megkötni is saját kezeivel rangjának lealacsonyítása. Ő volt az ellenőrző szelleme a vállalatnak, melyben saját és férje egész vagyona volt befektetve. Pedig egyéb dolga is volt a feleségnek. A házasság harmadik évében már egy Adorján Bélával és egy adorján ilonkával népesült meg az ősi ház. Az egyik manassénak, a másik blankának volt miniatűr hasonmása. Csak hogy ebben a tekintetben nagyon jól meg volt osztva a gondozás terhe Blanka és Anna között. Anna valóságos rabja volt a két kisgyermeknek. Ő dajkálta mind a kettőt. Ő ápolta, ő választotta el. Vart, himzett, kötött a számukra, leült a nagyobbal játszani, kocsisztatta a kicsit, tanította gagyogni mind a kettőt. Felcicomázta őket. Az anyának gondja sem volt rá, honnan terem piros cipő, harisnya, főkötöcske, sipkácska, réklícske, újabb meg újabb divat szerint. Az mind Anna dolga volt. Ő annak a két gyermeknek élt. Így aztán Blanka egész ügyvívői nyugalommal folytathatta a számvetések nehéz munkáját, nem zavarta bele a kétszer kettőbe az a gond, hogy nem történik-e valami bajuk a gyermekeknek. És így minden ember végzett valami dolgot, ami nem az ő hivatása volt. Manassé gyártott ekevasat, akit esze államférfinak kvalifikált, hajlama művésznek avatott. Blanka üzleti számadást vezetett, akit szíve odahívott hívott repesök kicsinyeihez, hogy gyermekkörömeikben részt vegyen. És Anna a hajadon végezte az anya feladatát. És az ember lélek legnagyobb csodái közé tartozik az, amikor valaki olyan munkát tud jól elvégezni, ami hivatásával ellenkezik. Az új telep felvirágzása volt mindenki előtt a fő cél. Egyszer aztán, amikor nagyon jól ment minden, jön a peremtórius, ellentmondást nem tűrő. Parancsolat, hogy mindazok a korosztálybeli férfiak, akik még nem voltak bent az újonc állításnál, siessenek fel Károly három nap alatt ellenben szökevényekül fogják őket tekinteni. Manassé új telepéből a munkások háromnegyed része a parancs kategóriájába esett. Azok felmentek Károly Fehérvárra. A vizsgálóbizottság mind valamennyit alkalmasnak találta, és kijelentette, hogy be vannak sorozva. Mégpedig, mint hogy elmulasztották az önként jelentkezést, Büntetésből három esztendő helyett hatra. Ez nagy csapás volt Manassé fiatal vállalatára. Egyszerre annyi betanult munkást elveszíteni. Elhatározta magát, hogy felmegy Bécsbe, és a kormányköröket felkeresi alázatos folyamodással, amit régi királyoktól megerősített kedvezmények okirataival tud támogatni ha talán nem volna elég a modern nemzetgazdasági elvekre való hivatkozás, mely szerint a bányaművelőket engedik a föld alatt katonáskodni. Hiszen olyan járatos volt Bécsben, akár otthon. Száz ismerőse, jó barátja, pártfogója van a magas hivatalkörökben, akik könnyen segíthetnek rajta. Csak hogy ott most egészen új világot talált hiszen azt minden ember tudja, akit valaha a sors arra késztetett, hogy a minotauruszt keresse, hogy a bürokrácia sokkal különb labirintus, mint amilyent Dédalus épített. De Manassé azt hitte, hogy ismeri már abban a járást jól. Nagyon csalatkozott. Az nem a régi tömkeleg volt. Azóta más tömkeleget építettek, és abban ő, a régi kancelláriai hivatalnok éppen olyan gyámoltalan paraszt volt, mint az a mesebeli, aki az őt összeszídó papagájnak az előszobában azt mondta. Engedelmet kérek, nagyságos uram, hogy nem köszöntem. Azt gondoltam, hogy madár. Ő ellenben csak akkor vette észre, amikor már összeszitta valaki, hogy nem madár volt az, hanem nagyságos úr. A régi ismerősök közül senkit se találta a helyén, hiszen a helyek sem voltak már a régiek. És nagy dolgába került, még végre annak az illető nagy úrnak az előszobáját feltalálta, akinek az ügyet elő kell adnia, azután meg, míg a fogadási napot elleshette, amikor az az alkalmatlankodókat szokta fogadni. Azon a napon előszoba és várakozási terem tömve Dugva van emberekkel, akik a maguk panaszát élőszóval is el akarják mondani. Különös, hogy minden ember úgy bízik a deklamatórius, szónoki. Tehetségében. Manassénak sokáig kellett várnia az előteremben. Előtte tömérdeken voltak beegyezve, és azok rangfokozat szerint vannak behívva. Az övé jól hátul következik: bányász. Egy ismerős arcot sem látott még, ami ott a Bécsbe felérkezett. A régi patronusok otthon vannak most és gazdálkodnak. A mostaniak mind új emberek. Még a hivatalok elnevezésein sem tud már eligazodni, annyi új világot talál maga előtt. Vannak pedig az embernek olyan kívánságai, amiket elég magában elgondolnia, hogy rögtön teljesüljenek. Alig mondta ki magában Manassé, hogy bárcsak hozna eléje a jósors valami régi ismerőst, már nyílt az ajtó, és aki eléje toppant, az volt Káljári herceg. Manassé ugyan nem kívánt a jósorstól ilyen igen nagy szerencsét. Beérte volna valamivel kevesebbel is de hát a véletlen ma különösen adakozó kedvében volt. Kapora hozta neki a leges legkedvesebb barátját. Amit ő kegyelmességétől magától megtudhatott, aki, amint meglátta őt az instáns tömeg között átcsorogni, felsugárzó arccal sietett oda hozzá, és két kézzel ragadta meg az ifjú kezét, és megrázta angolosan, és azt mondta neki, hogy kedves barátom. Nagyon örülök, hogy önt itt láthatom. Igen, nagyon örülök. Hittemre mondom, hogy szívemből örülök. És minden egyes örömfokozatnál annál forróbban szorította meg Manassé kezét. Az csak állta. Hogy vannak önök odahaza? Boldogok? Szívemből örülök rajta. Áldja meg önöket az ég! A herceg olyan fennhangon beszélt az excellenciás úr előtermében, ahogy csak kiváltságos embereknek szabad. Mondja meg, mi hozza önt ide? Újoncállítási ügy? Valami kedves emberét akarja kiszabadítani? Sugva, hogy a teremben levők meg ne hallják. Csak két szavamba kerül. Fennhangon, hogy mindenki hallja. Nehéz dolog lesz. A keleti háború bonyodalmai minden erőkifejtést igénybe vesznek. Titkos készorítással. Legyen nyugodt, mindjárt beszélek a tábornokkal. Azzal nem is kérdezve, hogy van-e valaki a tábornoknál, bejelentetlenül bement hozzá. A bent levő valakinek volt aztán a dolga sietni kifelé. Manassé nem őrült ennek a pártfogásnak. Semmi tekintetben sem akart káljári hercegnek lekötelezettje lenni már pedig ezt a sorsajándékot el kellett fogadnia, mert nem sok ide múlva visszajött a herceg, és maga fogta Karon Manassét, és úgy vezette a tábornok ajtajáig, átrontva minden hivatalos rendtartás és etikett korlátain. Ami nagy grácia volt. Manassé ugyan már most jobban szerette volna, ha ő marad leges-legutolsónak a kihallgatási teremben, de hát ő kívánta a jó szerencsét, és nem tehet róla, ha az ambó helyett ternót húztak ki neki. Az a tábornok, akivel akkor dolga volt, még abban az évben csak arról volt nevezetes, hogy a férfi szépségnek mintaképéül lehetett emlegetni. Valódi Antinous egyenruhában. És emellett csupa nyájasság, szívélyesség, lekötelező mosoly, finom manírok. Leültette manassét, finom szivart adott neki, elmondatta idejövetele indokait, minden szavára helyeslőleg bolintotta fejével, végül az átadott folyamodására saját kezőleg ráírta a sokat jelentő szót, preferentissime, elsőbséggel. Háromszor húzva, és aztán megbiztatta Manassit, hogy csak menjen haza Erdélyországba, az ügye gyorsan el lesz intézve. A hadikormázóság útján megkapja a választ a legrövidebb időn belül. És aztán karonfogva kísérte ki Manassét még a várokozási termen keresztül, egész az előszobajtóig, és ott is kezet szorított vele, azzal a szép férfi arcával szemébe mosolyogva, szelíden. Manassé elég nagy restelkedést érzett a felett, hogy mindezt Kálljári herceg pártfogásának köszönheti. Talán bizony azért olyan nagy barátja herceg, hogy az elvált feleségét nőül vette Manassé? Akárhogy történt, ügyét jól elintézetnek vélve sietett Bécsből minél előbb haza. Az elintézés gyorsasága ellen nem lehetett kifogása. Alig volt odahaza három nap, már hivatták Károly Fehérvárra. Ott meg egy olyan úrral talált, aki nagyon szereti a tréfát, és különben igen jó ember. Önnek a folyamodása megérkezett Bécsből elutasító hátirattal. Lehetetlen, felelte Manassi elcsodálkozva. Hiszen én nekem minden jót ígértek. A tréfás úr elnevette magát. Erre aztán manassé homlokon csapta magát a tenyerével. Ó, milyen nagyon elparasztosodtam már. Még azt hittem, hogy az embernek azért ígérnek valamit, hogy megtartsák. És mi az elutasítás indoka? Ha szabad megtudnom. Az, hogy az illető folyamodok akkor, amikor 48-ban önként felvették a fegyvert, maguk lemondtak arról a kedvezmérről, hogy mint bányászok a katonai szolgálattalól fel legyenek mentve. Tökéletes volt az indoklás. Ha tetszett nekik egyszer a puska, tessék nekik másodszor is. Az az egy vigasztalás volt belőle manasára nézve, hogy tehát mégsem tartozik kálljári hercegnek semmivel. Csak tessék egy kisé várni, majd mindjárt meg fogja tudni, hogy mégis tartozik neki valamivel. Már most csak azt szeretném kieszközölni, hogy legalább ne büntetnék meg a munkásaimat kétszeres szolgálatidővel, miután ők jóhiszeműleg nem jelentették magukat. Ez iránt jó lesz folyamodni Bécsbe. A folyamodást megírom, de már magam nem megyek vele sehova, hanem majd útnak igazítom. Amikor aztán menni készült, a barátságos úr még egy szóra visszaszólította. Remélem, hogy önnek a saját katonaszolgálati ügye rendbe van hozva. Az én katonaszolgálati ügyem? Szólt Manassi elbámulva. Valami olyan megfoghatatlan képtelenség volt abban, hogy egy hajdani konziliáriustól azt kérdezzék, hogy leszolgálta-e már a baka esztendőket. Azonban szépen lecsitította magában a volt nagyságos urat, és rátért, hogy ő most csak bányász és nem egyéb, és hogy 48-ban csak ugyan nem volt még több 22 évesnél, és amikor a korosztályt hívták, nem jutott eszébe, hogy az rá is tartozik. De még mindig azt hitte, hogy csak tréfálnak vele. Érám csak nem foghatják, mondta nevetve, hogy bányászi kiváltságomat eljátottam azzal, hogy 48-ban fegyvert fogtam. Már nem tudom, felelte a barátságos úr vállatvonva, és az irasztalához ment holmi iratok közt keresgélni, még végre megtalált egyet, és abból ilyen formát olvasott ki. Adorja Manassé úr a torotko szentgyörgyi ütközetben tetleges részt vett. Magát a tábor vezérét Diurbanut saját kezüleg elfogta, aki csak lova gyorsaságának köszönheti, hogy kezei közül megmenekült. Mit szól ön ehhez? Manassé most kezdte észrevenni, hogy hisz ez valóságos keretce. Be tudja ön talán bizonyítani az alibit? Ez ugyan legkönnyebb lett volna. Tíz tanút találhatott, aki jó lélekkel megesküszik rá, hogy Manassé, mint megkötözött fogoly volt diurbánú hatalmában. Nem, mondta dacosan. Minden úgy történt, ahogy fel van rólam jegyezve. Akkor kérem, legyen ön szíves ezt a saját ügyét három nap alatt rendbehozni, mert különben mindenféle kellemetlenségnek teheti ki magát. Manassé most kezdett eszmélni rá, hogy mégis alig, ha nem tartozik ő valamivel Káliári hercegnek, és az nem hiába szorongatta meg olyan forrón az ő kezét, amikor összetalálkoztak. 77. fejezet Manassé azon kezdte, amikor hazament, hogy No, én szépen elintéztem a dolgomat. Most már nem csak a munkásaimat viszik el katonának, hanem engemet is. Az asszonyok nagyon megijedtek. Áron bátya pedig nagyot kacagott erre a hírre. Ó, te szegény manassé gyerekecske! Már hogyan vinnének el téged katonának, akinek az egyik válla hat hüvelyke alacsonyabb, mint a másik? Az én vállam? Hát persze, hogy a te vállad, Hát a vén Matuzsálem unokájából hogy lett sánta? Kitolták a lábát három darab százassal. A te válladat kitoljuk hattal, és örök időkre nyomorik maradt ex offo. Hivatalosan. Nem a hadügyminiszter, nem az excellenciás urak dolga ez, hanem a felcseré. Csak hogy én ahhoz nem folyamodhatom, amihez matuzsálem. No, ugyan, Csaláshoz, vesztegetéshez. Micsoda, hiszen senkit se csalunk meg, csak a kormányt. És az senki? Azt szabad. Ez nem az én erkölcs tanom. Hát ugyan mit akarsz? Ha parancsolnak velem, elmegyek. Ha társaimat. A szegény fiúkat kényszerítik felcserélni a kalapácsot a fegyverrel. Én, az ő vezérük, el nem maradok tőlük azért, mert én nekem van, miből vesztegetnem, nekik pedig nincs. Ó, kiáltott fel Blanka, és odasímult Manasséhoz, átölelve a nyakát, és közel volt hozzá, hogy sírva fakadjon. Nem tehetek mást. Csalni nem tanultam, Könyörögni pedig tegnap óta elfelejtettem. Akkor én nyakamba kötöm a kis Bélát, meg az Ilont, és megyek veled, ahova téged visznek mondta Blanka. Ezen aztán nevetett is, meg sírt is. Ekkor közbeszólt Anna. Neki volt az egész családban a leghelyesebb ítelő tehetsége. Nagy szerelmi csalódások szokták azt kifejteni a nőknél. Legyünk eszünkön! Manassonak egészen igaza van. Ami sikerült Matuzsálemnek, nem járja mi nálunk. Annak az unokáját hagyták kicsúszni, kitörödött vele. De Adorjá Manasséra valakinek figyelme van. Nekünk a bujkálódás, ravaszkodás, menekülni akarás csak megaláztatást szerez. Adorian manassé Manassénak, ahová hívják, oda menni kell. Ami a suhancnak jó szabadulás, az nem jó egy férfinak. Azon a helyen, ahol azt kérdik, ki az igazi férfi, a hesdáti kocsmáros fia teheti azt, hogy sántítva kullogjon félre. De Adorján Manassé kifeszíti a két vállát, és azt mondja, itt vagyok. És ha megtörténhetett az, hogy ezt a kérdést intézik ő hozzá, ő mást nem felelhet. És ez a legegyenesebb és legrövidebb út. Valaki kiszemelte őt, hogy üldözze. Nem is nehéz kitalálni, hogy kicsoda. Az nem fog neki békét hagyni. A furfangoskodással csak eltennénk későbbi időkre a bajt, hogy folyton fenyegessen majd minket. A legegyenesebb út a legrövidebb. Ő megjelenik a hívásra, és vonakodás nélkül vállalja el a feladatát. Rövid ide alatt mindenki szeretni és becsülni fogja abban az ezredben, amelybe besorozzák. Társai, akik együtt mennek vele, imádni fogják. Az ezredes, az ezred tulajdonos büszke fog lenni arra a zászlóajra, amelyben ők szolgálnak. Az mintája lesz a katonaságnak a hadseregnél az olyan embert, mint Manassé, meg tudják becsülni. Egy év alatt tiszti rangra jut, és akkor aztán rajta áll, hogy mikor tegye le a kardot. Mint tiszt, mindig nyugalomba léphet. Manassé kezét nyújtotta Anna hugának. De hát, ha elviszik háborúba, kérdezte Blanka. Attól ne tarts, ha belekeveredne is Ausztria a mostani háborúba, a magyar ezredeket oda nem küldik. Azok Lombardiában maradnak, ahol szent a béke. Én nem bánom, oda is vele megyek. Nem, Blanka, te itthon maradsz mi velünk. Neked és gyermekeidnek jó helyetek van itt mi közöttünk. Aztán nem is mehet. Ha manasét távozik, az új telepet neked kell gondviselésed alá venned. Gyermekeid vagyona fekszik abban. Különösen most, amikor ilyen válság állt be egyszerre. Rögtön új munkásokat kell szerezni, mindent előről kezdeni, hogy hagyhatnál mindent veszendőben. Mi többiek az újított dolgokat nem értjük. Te vagy beleavatva. Neked itt kell maradnod. Vagy ha menni akarsz, hát eredj. De én a Bélát meg az Ilont nem adom. Ők az enyémek. Nekem adtad őket. De Istenem, hogy én egy egész évig ne lássam manassét, egy egész őszt, telet, tavaszt, nyarat végigéljek nála nélkül. Hogy az első ibolyát, amit a haraszt közt találok, ne neki hozzam be, hogy az első gyümölcsöt, ami megérik a fán, ne vele osszam meg. Anna mélyen felsuhajtott, és két kezét felemelve összekulcsoltan szorította a fejre, míg szemei megteltek könnyel. Ez a néma tekintet azt mondta: Hát én hány virágnyílást, hány levélhullást várok végig, és várok reménytelenül és panasztalanul. Blanka elértette azt és sietett lecsokolni Anna szemeiről a könnyeket. Ne hallgass el, folytasd a te okos beszédedet! Anna aztán folytatta. Mi nem szakadunk el addig is manasétól. Minden nap írunk neki levelet. Egyik nap te, másik nap én. Az első ibolyát is beletesszük majd a levélbe. És aztán meg majd a kis Béla első ákombákját. Ez meg már éppen olyan biztatás volt, hogy valamennyit jókedre hangolta. Csak már itt volna az az idő, amikor a kis Béla írni fog az apjának első üdvözlő mondatot, járni most tanuló betűkkel, amik közül némelyik hanyatt esik, és az utána jövőnek könyörög, hogy vegye fel. Már csak azért is érdemes elmenni Lombardiába közkatonának, hogy ilyen levelet kaphasson az ember. 78. fejezet A végzetet nem lehetett elfordítani. Rendes dolog volt az. Más emberen is sűrűn megesett, hogy ott kellett hagyni házat, tüzet, üzletet, fiatal nőt, apró porontyokat, és elmenni katonának, akármilyen nagy úr az ember. Éljen az egyenlőség. Kostja meg az is, hogy milyen a komiszkenyér. A hercegasszony is sírjon már egyszer, ne csak a parasztasszonyok. A torockói fiúkat Lombardiába vitték. Oda indult azután minden nap Torockóról egy levél manassé számára, amikre ő is tartozott minden hónapban egyszer választ küldeni. Az első hónapban azt az örvendetes hírt tudatta kedveseivel, hogy tiszteletbeli őrvezetővé avantgyírozott. A másodikban már virtikli tényleges. Minőségre lett emelve, a harmadikban káplárságig vitte a dolgát, a negyedikben már őrmester volt. Itt azután megállt. Egy esztendővel biztatták egymást, amikor elváltak, és lett belőle öt Ötször virult ki az ibolya a haraszt közül, ötször szakították le az érett gyümölcsöt a fáról, és Blankának nem volt manasséja, akivel azt megossza. A kis Béla nem csak ákombákomot, de verset írt már atya születésnapjára, és még mindig Olaszországba vándoroltak a levelek. Minden nap, minden nap, Manassé egyszer sem kapott ez idő alatt szabadságot családjához hazatérni. És nem lett hadnagyja előléptetve. Maga az ezred parancsnoka több ízben írt Blankának levelet, melyben férjét feldicsérte, hogy katonatársai bálványozzák, előjárói becsülik, mintája a katonáknak, tudományos képzettsége elismert, és nem tudják annyira vinni, hogy tiszt legyen belőle. Maga a veronai hadparancsnok is közbevetette már magát érte, és annak sem volt semmi sikere. Valami nagy befolyású erős ellenségének kell lennie odafent, aki őt kitartan üldözi. Blanka tudta jól, hogy ki az, és nem kockáztatott haszontalan kísérleteket annak legyőzésére. Családja sem eresztette. Nem engedték meg neki, hogy Torockot elhagyja, még csak abból a célból sem, hogy Manassét meglátogassa Veronában. Nem csak ösztönszerű sejtelem, de sok rendbeli tapasztalás tanácsolta nekik Blankát ki nem ereszteni abból a sziklavölgyből, ahol egyedül van minden veszély ellen megvédve, ahol nem férnek hozzá, hogy akár testét, akár lelkét megmérgezzik. Aztán hosszas, folytonos szenvedés alatt a nőkben kifejlődik a dac. A legszelidebb kedvé is megmerevül a szüntelen nyomás alatt. Minél tovább haladt a kényszerű elvállás ideje, Blanka annál erősebb szívvel viselte azt. És még ezen felül az egész férfi gondot is viselte. A gyártelep sorsa az ő kezében volt neki kellett magának mindazt a nehéz feladatot elvégezni, amihez annyi vigyázat, éberség, utánlátás, emberekkel bánni tudás, szakismeret és jó szerencse kell. És megfelelt a feladatnak, mint a legjobb férfi. Az öt év alatt pedig sok nehéz időt kellett kiállania. Egyszer a jég is elverte a vetéseit, aratás előtt két nappal készpénzen kellett venni a kenyérnek valót. Blanka pótolta azt az elmúlt évek megtakarított feleslegéből. A vasgyár virágzott. Egyszer aztán bekövetkezett az a csoda, hogy még a vasat is elverheti a jég. Egyike az experimentáló állambölcseknek egy csepp tintából csinált olyan fergeteget, mely egyszerre agyonverte két ország minden vasgyárat. Beszállította egy tolvonással a külföldi vas behozatali vámját. Blanka egyszer csak azt vette észre, hogy minél több vasat termel a gyára, annál nagyobb a vesztesége. Ennek igen természetes magyarázata van. A gyármunka árszabályát a földműves napszám határozza meg. Ez francia, olasz, német, Svédországban a frank. Magyarországon és Ausztriában pedig a forint. A frank kétötöd része a forintnak. Ez szerint a magyar és osztrák gyáros háromötöd résszel drágább munkaerővel dolgozik, mint a külföldi. Itt már nem tudott Blanka segíteni magán. Hiszen még az okos, tapasztalt férfiak sem tudnak ezzel ellen védelmet egy tolvonására az állambölcsnek a torockói 11 kohó közül 4-ben eloltották a tüzet, 12 hámor közül hét megszűnt dolgozni. A magánkohókban, melyek 8 év előtt még 12 ezer vaskenyeret sütöttek ki, leszállt az idei termelés 4 ezer vaskenyérre. A szép kis paradicsomvölgy alól kihúzták a földet amit a barbár elődők írástudatlan állambölcsek nagy fáradtsággal megtelepítettek, amit ötszázados ipar a népkultúra mintaképévé idomított. A munkások édenét egy ember egy tolvonással képes volt semmivé tenni. Blanka ebben a tolvonásban is felismerte a vezető kezet. Tűrt. Meg volt győződve, hogy nem sokáig tarthat ez így az összeroskadó ipar általános jajkiáltása majd utat tör magának, és a régi jólét még visszatér. Odáig a gyártelepet még áldozatokkal is fent kell tartani. Eladta utolsó családi ékszereit is, hogy a munkát veszteség mellett is folytathassa, és levelében még csak nem is tudatta manasséval ezt a bajt. Azt írta neki, hogy minden nagyon jól megy. Amikor legsúlyosabban nehezültek a nőre a gondok, amikor az anyagi létért való küzdelem újult meg napról napra, egyszer csak egy régi ismerős állít be a Torocskai házhoz. Zimándi Gábor úr. A Derik úron nem történt nyolc év óta egyéb változás, mint hogy nagyon meg volt hízva. Ezer esztendeje, hogy nem láttam önt, grófnő mondta Blankának az ügyvéd. És a grófnő most is olyan jó színben van. És közben igyekezett Blanka kezét megcsókolni. Csókolom a szép kezeit. Blanka pedig elvonta tőle a kezeit. Ne címezzen engem grófnőnek, én vasárusné vagyok. A kezemet sem hagyom megcsókolni, mert az csupa kormos a vastól. Az uram nincs itthon. Tudom, nagyon jól tudom. Nagysád valóban egy heroína. Nem sokáig tart már. Csak egy évig, akkor vége lesz a szolgálatnak. Addig sem. Nagysád előbb fogja őt meglátni. Maga fog utána menni. Ha nem, hát parancsoljon velem, uram, mondta Blanka, kettévágva az ömledezést. Megrendelést jött tenni hozzám ha ha, ha. Kacagott az ügyvéd. Igazán praktikus úrhölgy! Megrendelést? Bizony megrendelést! De még mekkora összegig? Nem kevesebb, mint 480 ezer forint ára megrendelést jöttem tenni a grofnéhoz, vagy ha jobban tetszik, nagysáthoz, vagy ha még jobban tetszik, a vasárusné ifjasszonyhoz. Ha, ha ha Blanka elbámult mi akar ez lenni? Igen, igen, 480 ezer forintot kell hoznom Adorján Blanka asszonyságnak, ó, komptant. Készpénzben. És én mit adjak ezért? Egy év papírost a neve aláírásával. Nem értem. Majd mindjárt megmagyarázom, és akkor nagyon érthetőnek fogja találni. A grófnő... Már csak maradjunk annál, hogy grófnő. A születését nem vesztette el soha. Újra férhez ment és konvertált. Ezen végződött legutolsó találkozásunk. Akkor, amint a világ szekere ismét a rendes kerékvágásba visszadöccent, a grófnő rokonai siettek pert indítani a grófnőt addig megillettett örökségi résznek rájuk visszaháromlása végett. A grófnő meg is kapta az idéző levelet. Nem jelentem meg az idézésre, mert a felpereseknek igazságuk volt. A bíróság azonban a meg nem jelenő alperest sem szokta védelem nélkül hagyni. A grófnőnek volt nálam egy régi tejhatalom levele, és annak az erejénél fogva én vettem kezembe a védelmét. Azzal ugyan haszontalan fáradtságot és költséget szerzett önmagának. Eleinte igen. Az első bíróságnál a grófnő rokonai nyerték meg a pert. Nem lehet csodálni. Külföldön kellett perlekednünk, a Vojvodinában, ahol a rokonság bírt nagy befolyással. De az appellátánál már itthon voltunk, Ausztriában. Itt már a grófnő igaz barátainak befolyása döntött. A felső bítélőszék elutasította a rokonokat a keresetükkel, és elmarasztalta őket a grófnőnek esedékes 8 évi járulék kifizetésére. Amit tesz, 480 ezer forintot, amit rögtön le is kellett tenniük bírói kézbe, ahonnan a grófnő saját kezű nyugtája, vagy nekem adott meghatalmazása mellett azonnal átveheti. Akkor aztán, ha egyszer kezében lesz a félmilliója, itt hagyhatja a vascsinálás mesterségét a cigánynak, kimehet Manasihoz Lombardiába, és élhet grófi módon. Blanka egészen el volt kábítva a híráltal. 480 ezer forintot kapni egyszerre. Hiszen az egy kincs a torocói völgyben. Egy olyan összeget, amire senki sem számított, Amiért senki sem imádkozott, egyszerre csak, mint a zápor esőt fogadni az ölébe, ami onnan felülről megered, amikor legszomjasabb a föld és legtikkadtabb minden növény. Megszabadulni egyszerre minden anyagi gondtól. Úrát tenni a férjet, biztosítani a gyermekek jövőjét egy mesés véletlen által. Ó, ez még ezeregy éjszakai regének is túlzás. De hát hogy lehet ez? kérdezte hitetlenkedve, hiszen nagybátyám végrendelette igen világosan szólt. Én a kitérés által elvesztettem minden jogomat az általa alapított hitbizományhoz. És ezt el nem tagadhatom, mert igaz. Hiszen igaz, igaz, hanem hát arra való az ügyvéd, hogy mindennek megtalálja a kapcsát, amibe bele lehet akaszkodni a püspök nagybátyja végrendelette így szólt. Ha örököseim valamelyike a római katolikus hitről bármely más keresztény felekezetbe térne át, birtokjogát veszítse el. És én kitértem a római katolikus egyházból. Hiszen a vojvodinai bírák is így fogták azt fel. Persze primitív emberek. Meg is voltak bizonyosan kenve a grófok által de a felső bíróság tanult emberekből áll. Azok az én védelmemnek adtak igazat. Én bebizonyítottam nekik, hogy a végrendelet záradéka nem alkalmazható az ön esetére, mert az így szól. Ha kitér a katolikus hitből valamely másik keresztény felekezetbe, akkor veszítse el a birtokjogát. Úgy, de a grófnő nem egy keresztény felekezetbe tért ki, hanem egy pogányba egy Isten tagadóba. És így azt kitérésnek sem lehet nevezni, csak ateizmusnak. Erről pedig nem szólt a végrendelet. És a törvényszék az én érvelésemet hagyta helybe. Blanka arca lángvörössé gyulladt fel ezektől a szavaktól. Felpattant a helyéről, és indulattól reszkettő hangon kiáltott fel. És ön azt hiszi, hogy van a világnak annyi milliója, amennyiért én aláírjam azt, hogy az a közösség, amelyik engem tagjává fogadott, Isten tagadok szektája? Hogy én ezeknek az embereknek, akik velem megosztották kenyerük falatját, akik engemet életükkel, vérükkel megvédelmeztek, akik engem a világból kitaszítottat, hajlikukba befogadtak, szemükbe vágjam azt a gúnyszot, hogy pogányok? Hogy meggyalázzam a férjemet, rokonaimat és mindazokat, akiket ezen a földön szeretek, és akik engem igazán szeretnek, és írjak alá egy hazugságot, aminek az ország minden alaptörvénye ellent mondanak, amit saját lelkem, öntudatom meggyőződésen megcáfol? Ó, nem! Ő nagyon rosszul ismerte akkor Szborói Blankát, aki ha nem grófnő is többé, de azért még mindig büszke a becsületére. Adja el vissza a meghatalmazásomat. Követelem azt és megtűltöm önnek, hogy engem továbbra is az én ügyemben képviseljen. Adja vissza, meghatalmazó levelemet. Gábor úr tisztelet teljesen visszahúzta magát. Ő nagyon fel van ingerülve, grófnő, és igen egyoldalulag fogja fel a dolgot. Nagyon hamis szempontból tekintja a dolgot. Én azt ilyen könnyen el nem intézhetem. Én beszélni fogok előbb a grófnő férjének rokonaival, akiket a grófnő fél megbántani. Előadom a dolgot nekik úgy, ahogy van. Majd meglássuk azután, hogy vajon ők is olyan nagy lelki sérelemnek fogják azt venni, hogy azért érdemes az embernek egy egész kincsről lemondani. Előbb beszélek a testvérekkel. Tegyen ön, amit akar, Gábor úr aztán egybehívta a családtagokat, és eljadta nekik nagy tréfásan a lefolyt pert, hogy szedte rá az ellenfeleket. Az osztrák píráknak semmi tudomások sincs arról, hogy Erdélyben az egyisten valló közösség bevett keresztényi hitfelekezet, azok őket pogány népnek ismerik el. És ez Blankára nézve milyen nagy előny. Hiszen ha ez bórói utód szabadkőműves, nihilista vagy nazarénus lesz, azzal nincs elveszítve az örökösödési joga. Csak luteránussá vagy kávinistává nem szabad lennie. Ezt a fortét, ezt a furfangot olyan mulatságosan tudta Zimándi úr előadni az Adorján család előtt, hogy csupa tréfa volt. Amikor aztán azt hitte, hogy tökéletesen meggyőzte őket, akkor felkérte, hogy menjenek át vele a grófnőhöz, rábeszélni az elutasítása visszavételére. Azok egymásra néztek, és aztán Annát és Áront küldték ki, hogy beszéljenek Blankával. Átmentek hozzá. Ott találták Blankát Manasi dolgozószobájában, körülrakva törvénykönyvekkel, kitágazatokkal. Írt. Kedves Blankám, mondta Áron bátya, gondold meg, hogy egy nagy világi vagyont megtarts, és el ne utasíts magadtól. Már meggondoltam, mondta Blanka nyugodtan. Elkészültem vele. Mit írtál, drágám? Nyilatkozatot a fellebb viteli törvényszékhez, melyben felvilágosítom a bírákat afelől, hogy nem vagyunk Isten tagadók. Az imándi úr elszörnyedve csapta össze kezeit. De grófnő, ön elveszít fél milliót. És megtartom helyette az én kincseimet, felelte Blanka, átölelve két karjával a két testvért. Áron bátya odaroskadt a lábaihoz, és térdeit átölelve elkezdett zokogni, mint egy gyermek. Ó, tarts meg bennünket magadnak! Maradj itt nálunk! Légy a mi szentünk, akihez búcsújárni közeledjünk! Gábor úr vette észre, hogy itt minden replikázás felesleges. Ez az asszony olyan határozottan cselekszik, mintha valaki megsukta volna neki, hogy Perének szándékos elvesztésével Káliári herceg szívébe ver éles törőket, akinek a műve volt ez a nevezetes ítélethozatal. Vissza kellett fordulnia nagy keserűséggel. Még csak nem is marasztották. Amikor kocsiával elhajtatott a gombostornyú templom mellett, felnézett rá keservesen. Pedig az egész templomok nem ér 15 ezer forintot. Blankával pedig csak ugyanaz történt, amit Áron bátya mondott. Hozzá, mint a völgy szentjéhez, búcsújárni mentek a hívek. Az új telep munkásai jöttek hozzá azzal a szép zsolozsmával, hogy amíg a mostoha viszonyok tartanak, ők készek az eddigi munkabér kétötöd részéért dolgozni föld felett és föld alatt. És ezzel elfoglalta a boldog kis paradicsom völgyét a titkos harc félelmetes ellensége a fekete kenyér. Mert bizonyára a kétötödre leszállított munkabér az már a vesztfáliai fekete kenyér. 79. fejezet A sok unalmas után lássunk egy kis rablott történetet, változatosságokáért. Az olvasók közönség ezekben gyönyörködni szokott. A mi rablóink nem közönséges, szegény legények, akik lóháton, fokossal a kezükben elindulnak a pusztán megállítani a vásárra utazókat. Ezek gazdag legények, milyen új szó, akik csak királyoktól és közkatonáktól rabolnak. A királyoktól milliókat, a közkatonáktól filléreket. Ami megint milliókra megy. Valamire való rabló, aki nem szentimentális és nem félje az ördögöt, a gyilkosságtól sem retten vissza. Csak hogy ezek nem egyesével ölik meg az embereket, hanem tízezrével. Mert az ő kalandjukhoz háború kell. Rendkívüli idők, amik a pedás, kiszámítás és utánszámítás szabályait nem tűrik el mint tudva van, minden rablási műveletnek van saját címe a tolvajnyelvben. A betörőket, a jó reggel kívánókat, a téli kabát elsúvasztókat, a zsebmetszőket mind saját elnevezés alatt ismeri a zsargon. Az általunk bemutatandó műveletnek a díszneve műnyelven Manzséria. Jelent hivatalnok vesztegetést a szerződéseknél kezdődik milliókkal, és leszáll egész az ajándék burnot szelencéig, sőt a legutolsónak már nem jut egyéb, mint egy kis vágott dohány. Mert minden szerződéshez három ember kell. Egy, aki megköti, egy másik, aki meg nem tartja, és egy harmadik, akinek ellenőrizni kellene a szerződés megtartását, de azt nem teszi. Azután van szükség egy mindent kigondoló, furfangos észre, mely kitalálja, micsoda utakon és módokon lehet valami prédát megejteni. És végül egy főfő -fő vezetőre, aki gondoskodik róla, hogy ezek a prédák csak ugyan kapora jöjjenek. Ennek adoznak aztán valamennyien. Mert, ahogy Kálljári herceg mondta, egy nábob aki 30 millióról 10 millióra leszállt, és hozzá van szokva másfél milliót költeni évenként, sokkal elhatározottabb ember, mint az a briganti, aki az útfélen a posta les. Ez azonban nagyon óvatos szokott lenni, és közvetlenül senkivel sem érintkezik. Nem engedi magát rajta kapni, hogy közönséges magánérdekei vannak, amikor nagy befolyását felhasználja arra, hogy két-három ország diplomáciáját összeveszítse egymással. Nem. Ő csak politikai magas célokat akar elérni. Híve az ősi tradícióknak. A vallásos buzgóság is igen tisztességes köpönyeg. Szítja, ahol lehet, a hamu alatt lappangott tüzet. Amiért szídják, az ránézve megtiszteltetés. Az üzéreket, vállalkozókat, akik a főórak előszobáiban átcsingóznak, meg sem látja. Semmi dolga velük. Azok pedig nagy alázatosan köszönnek neki. De ő azt el nem fogadja. Hanem aztán este, színház után ellátogat a szép márkinőhöz, és ott tölt néhány órát bizalmas társalgásban. Akkor búcsút vesz, és amint a hintója kigördül a kapuboltozat alól, a velencei óra ajtaja megnyílik, és belép rajta a fiatal látogató. A szép hölgy karjába fűzi a karját, leülteti maga mellé, kacagnak, dévajkodnak. A szép hölgy körültekint, be van-e zárva a harmadik szoba ajtaja is? Nem hallanak meg valamit? Aztán visszajön, és ismét elfoglalja a helyét. Ha valaki leskelődne utánuk, azt hinné, hogy ők ketten megcsalnak most egy harmadikat, Káliári herceget. Pedig nem úgy van. Ők hárman együtt megcsalnak egy negyediket. Egy nőt, aki bástya koronát visel. Közösségesen monarhiának hívják. No gyere, kis bolondom, kis sánta ördögöm, mondd el, Rendben vagy-e már az olaszaiddal? Makadták meg a szerződésüket 40 ezer darab vágómarhára, Hiszen akkor minden katonára két mázsa marhahús jut. Soha se látnak azok abból egy falatot sem. Hát mi történik vele? Olyan szépen van az elrendezve, hogy utoljára az állam fog kárpotlást fizetni a vállalkozónak azért, hogy ne szállítják a vágó marhát a hadseregnek. Kárpotlást a nem szállításért? Legalább két milliót. Ez még nem elég. Hanem a szerződés szerint a 40 ezer ökörnek a bőrét meg már tartozik az állam visszaadni a szállítóknak, és mint hogy ökröt nem kap, bőrt sem húzhat le róla, azért is kárpotlást fizet. Ez már azonban csak bagadt el. Káljári papának pesgőre se elég. Legfeljebb 80 ezer forint. Az is valami, ideális ökörbőrökért. Lám, a szállítók is értenek a poézishoz. És jól honoráltatják a fantáziájuk szüleményeit. Ezt jól elintézted, most hallgass meg Jupiternek a további tervelését. Add ide azt a tárcát az írószekrényenből. Vajdár ismerte az írószekrény rejtekének a nyitját, és elhozta belőle a marokkentbe kötött tárcát. A márkinő felnyitotta, és a benne levő iratokban keresgélt. Az egész tárca valami finom illatot terjesztett maga körül, amilyeneket akkor Japánból divatosítottak el. Itt van, mondta egyet elővéve, melyen Káljári herceg saját jegyzetei voltak. 4 millió 300 .000 mérő gabonára kell szerződést kötni, és azt ennek a névnek kell megkapni, amit ideírva látsz. Az ár 15 millió forintra megy. Kevés masszem adta, tisztességtelen jövedelem. Nézd ki belőle! A gabona ára erősen felment. Elbusulj te azon! Annak a derék embernek, aki ezt a szerződést megkapja, majd lesz rá gondja, hogy egy kis feljavítást engedje magának. Ha egy negyvened rész földet, szemetet, konkoly magot kever a rossz közé, kiveszi azt észre. És ez 350 ezer forint és 350 ezer forint ára földet és szemetet kell megenni a katonának azért, hogy Káliári papa minden nap esgőben fürödhessen. Hát mi az? Két forint ára jut belőle egy katonára. Annyi földet bizony megehet, aki a hazáját szereti. A márkinő nagyot nevetett a saját ötletén. Vajdár Benjamin azonban csak a bajuszát rákcsálta. Valami ösztönszerű sejtelme volt az iránt, hogy azokkal az emberekkel, akiknek szurony van az oldalukon, mégse jó tréfálni. Van még valami komissziója az öregnek? Mégpedig igen fontos. Sikerült keresztül vinni, hogy az olaszországi hadsereg a nyári hadjárathoz vászonköntös helyett kalikót kapjon. Ebből kell öt és fél millió rőv. Jól megjegyezd a nevet, ami ide van írva. Ennek kell azt megkapni. Olvasd el a feltételeket. Nagyon lenyomott árak, jegyezte meg Vajdár. Nem látom, hogy a rendes munkadion felül mit nyerhet rajta a vállalkozó, hogy még másokat is részesítsen benne. Hát én felvilágosítalak felőle. A kalikónak harminc hüveg szélesnek kell lenni. 32 szálnak kell lenni egy hüvegben. A gyáros azonban csak 30 szálat fog hozzávenni, és a mángorlás által kinyújtja a szövetet 30 hüvelykre. Ugyan melyik katonának fog eszébe jutni, hogy a kabátja szövetében a nyüst szálait górtya alatt megszámlálja? És aztán mit is veszít azzal a hiányzó két fonállal? Legalább jobban járja a szellő a kabátját és ez a két hiányzó fonál tesz minden millió röfnél százezer forintot. Még ez is gyermekség. Nem érdemes az embernek érte a renoméát kockáztatni. Aztán annyi felé eloszlik. Valami nagyobbat szeretnék hallani. Most következik. Ugyanez a financier pénzember. Vállalja el a hadsereg számára a csinvat lenszövet szállítását. Kínvat! kiáltott fel Vajdár bosszosan. De már korpodi bakko! Bakhoz testére. Egészen vászonkereskedő alkusszá nem hagyom magamat tenni. Csak maradj te csendesen, kicsitotta őt a márkinő, és erjesebb marasztalásul, köntöse szárnyával félig beterítette a mellette ülő érdeit. Nem a csinvat itt a fő dolog. Ez csak az alap. Csinvat kell a hadseregnek. Ez a tézis. Ezt pedig Ausztriában nem lehet kapni. De hiszen az nem igaz. Annyi gyárunk van, hogy a földet körül lehet vele csinvattolni. Nem szabad, hogy legyen, ha mondom. Csinvat csak Angliában terem. Angliában pedig csak ércpénzzel lehet vásárolni. Ezért ugyanezt a finánc kell megbízni, hogy valami 100 millió forint áru államkötvényen külföldi devizeket vásároljon, és ennél a műveletnél 5% akár ide, akár oda. De már erre Vajdár homloka úgy izzadt, mint a fűtött házablaka. De hisz az lehetetlen, hogy észre ne vegye valaki. Csak te légy nyugodtan, kiskutyám, Tanuld meg azt, hogy az optikusoknál vannak olyan szemüvegek, amiket ha valakinek feltesznek, hát nem lát rajta semmit. És aztán minden ember szemére való szemüvegek vannak ott, amik arra valók, hogy ne lásson. De hát ha akad egy ember, aki nem engedi a szemüveget feltenni az órára. Ne félj semmit. Egy diadalmas hadjárat eltakar mindent de megfordítva, egy vesztes hadjárat meg feltámaszt mindent. Csak hogy az lehetetlen. A learatott búza hallgat. Apropos, az Our Common Friend, a mi közös barátunk, is közte van a learatandó búzának? Ott van mindig, szemmel tartjuk. Még mindig hozzáférhetetlen? Éles esze van. Nem lehet törbe ejteni. Nem csak őt, hanem az egész zászlóaljat, amelyben ő szolgál, nem lehet megingatni az emisszáriusoknak. A táborban puritánoknak gúnyolják őket. Összetartanak. Azt felelik a hívogatóknak, hogy ők felesküdtek a zászlójuk alá, és amire az egyisten valló megesküszik, azt megtartja. Egy szökevény se támad közülük. Kíváncsi vagyok rá, mit fog csinálni a békeapostól, ha egyszer tűzbe vezénylik. Eldobja a fegyvert, vagy harcolni fog. Így is, úgy is meghal. Azt kívánnám, hogy megsebesüljön. Arra a hírre csak előjönne a sziklaodójából a megtörhetetlen asszony. Csak eljönne sebesült férjet ápolni. Ugyebár az ilyen nagy tábori lazarettumokban rendesen szokott kiütni valami ragály, ami az ápolónőket is magával viszi. És olyankor nem igen keresik, hogy ki miben halt meg. Ő nagyon türelmetlen márkinő. No, és azt te talán nem tetszik? Nagyon nehezen várja, hogy Káljári herceg egyszer már igazán özvegy legyen. Ostoba, azt hiszed, az én főkötömről van szó. Ez a játék pénzbe megy. Nem rablok én Kalliári herceg számára eleget? Kedvesem, te, amióta nem táncolhatsz, érzelgési hajlamokat kezdesz elárulni. Nekem úgy tetszik, hogy sajnálod az áldozataidat. Babonás vagy, azt megbocsátom. Vajdár vállat vont. Vagy talán féltékeny vagy? Azt már nem bocsátom meg. Mit akarsz tőlem? Hozzá csak nem mehetek nőül. Ez nem volna rád nézve szerencse. Nekem a férj arra kell, hogy legyen kint gyakorolni háladatlansági ösztönömet. Férj, aki azokat, akik ő ellene vétenek, nem látja meg, és azokat, akik ellenem vétenek, elpusztítja. Maradj te csak bűntársamnak, akivel együtt rablunk, gyilkolunk és suttogunk. És addig suttogott hozzá nem hallható szavakat, míg elkábította egészen. Gyere, bolondom! Avasd be abba a titokba, amit még az egész rablókalandból nem értek, ami a te kezeden fordul meg. Hadd lássam, mennyire szeretsz. Lemersz-e magaddal vinni a pokolba? Gondold úgy, mintha azt a tréfát ismételnénk meg, amit Párizsban megtettünk, amikor Sanson hóhérműhelyét megtekintettük. Egymás után mind a ketten odadugtuk a fejünket a gillottin alá. Beszélj úgy, mintha most is abban a helyzetben volnánk. Mondd el nekem, hogyan tudjátok azt kivinni, hogy amikor ezekre a nagy szerződésekre nyílt verseny van hirdetve, és arra sokan jelenkeznek, akik lepecsételt levelekben nyújtják be ajánlataikat, a leveleket pedig egész bizottság előtt nyitják fel a versenyzők jelenlétében, tehát ami írva van, az meg van írva, és mégis a mi bizonyosunk ajánlata marad mindig a legjobbnak. Azt is elmondom neked. Most már nem a márkinőnek, hanem neked. A hivatalszobában ahol ez a művelet végbe megy, van egy szekrény, mely egy ablakfülkét takar el, ami a szomszéd szobába nyílik. A szekrény hátlapja a túlsó szobából felnyitható. Ide vannak lettéve a versenyzők ajánlatai. Azokat onnan egyenként szedik elő, felbontják, felolvassák, és aztán a szekrénybe ismét visszateszik, a szekrényajtót betyukják. Akkor az ajánlattevővel kellő ideig értekeznek a benyújtott minták, a biztosítékok és egyéb mellékes kérdések felett. Annyi ideig, amennyi elég valakinek, aki a túlsó szobában résen áll, a szekrény hátsó ajtán át a felbontott szerződést kivenni, belőle az adatokat kiegyezni. A párfogolt ajánlkozó marad utolsónak. Ennek az ajánlattevő levelében a számok helye üresen van hagyva. Amikor már valamennyi megelőző ajánlat fel van bontva és a helyre visszatéve, akkor aztán az eddigiek megrostálásával annyi időnek kell eltelni, amely elég arra, hogy az a valaki a túlsó szobában az utolsó ajánlatlevélben az üres számhelyeket kitöltse, egy pár krajcárral alacsonyabb összeggel a legolcsóbb ajánkozónál, és a levelet újra lepecsételje, és hogy legalább a tinta megszáradhasson, és a spanyol viasz meghűlhessen rajta. És ez a valaki vagy te? Kit? Vajdár a szeme elé emelte a kezét, mintha el akarná rejteni magát. Az urinő pedig átölelte őt, és megcsókolta azt a homlokot, mely ezeket kigondolja, azokat a szemeket, amik ezeket meglátják, és azt a kezet, mely ezeket végrehajtja. Érthetetlen szavak suttogása. Az utcán a lovas cirkáló őrjárat kopogása hangzik végig. A suttogás egy percre megáll. A két összetett fej egyszerre a magasba tekint, mintha azt hinné, hogy ott a gillottin. A cirkáló őrjárat tovább kopog. Ne tessék aggódni, nagyságos úr, kegyelmes asszony. Azok csak a bolt feltörőket üldözik, és azoknak a szeretőit, a mezitlábas hercegnőket. 80. fejezet Szolferinónál Azon a napon, amelyen a világtörténelem egyik legnevezetesebb ütközetében két ország sorsa és egy világrész új alakulása felett folyt a játszma két sakjátszó óriás között, kora hajnaltól délutánig mozdulatlanul egy helyben állt az az zászlóaj, amelyben Manassé szolgált. Ők tartalékul voltak hagyva. A magas fensikról nagy területit a csatatérnek lehetett arról a helyről belátni. Manassé most is őrmester volt. A kortársak emlékezni fognak rá, hogy az akkori idők harcában milyen nevezetes befolyással bírt az őrmester a katonosságra. Az volt a közütézre nézve a vezér, aki az ő nyelvét érti, az ő baját megérti és megosztja. Aki vele egy kenyeret eszik és együtt is koplal, aki együtt énekli vele a hazai dalokat, aki az otthoni eseményekről tudósítja. Aki előtt bizalommal beszélhet, panaszkodhat, és aki tud számára vigasztalást. Az őrmester szava volt az órákulum. A főtisztek maguk is tudták azt, és a kenyértörés idején az őrmestereknek nagy volt előttük a becsülete. Meg is szolgálták azt. A szolferinoi ütközetben a száraz hivatalos jelentés egy tűzérőrmestert emel ki a legmagasabbra, aki tábornokhoz méltó döntő hőstetekkel örökítette meg szörnyen polgári hangzású nevét. Manassé puskája csövére támasztva két összefont karját nézte a szomorú drámát reggel óta. Az óriások sakjátékához a saktábla is éppen hozzáillett. Egy messze elterülő lapály nézszögekre szaggatva gyümölcs, fa és szőlőlugas szegiektől, amiket virágmartos öntözőcsatornák kísérnek. Távolabb regényes halmok láncolata, lépcsőzetesen művelt szőlőkertekkel, a lankásokban olajfák verkei. És mintha egy erdő közé szétszórt város volna, az egész táj ragyog a napsütötte nyári lakok, villák, kazinok, majorságok épületeitől. A legszebb paradicsomkert. És ezt a gyönyörű tájat választotta két óriási hadsereg csatamezejéül. És ez a gyönyörű tájék tiltakozik a vérontás munkája ellen. Ő maga harcol a harcolokkal. A hadcsapatok eltévednek a gyümölcsfa szegélyekkel, keresztül kasulszelt rizsföldeken, és majd túlnyomó ellencsapatra bukkannak váratlanul, majd meg úgy elvesztik egymást, hogy nem bírják az érintkezést saját hadosztályokkal feltalálni, majd meg ellenségül csapnak egymással össze. Amikor egy vízárkot rohammal megostromolnak, maguk előtt találják a másikat eperfa ösvényeivel, és újra kell kezdeni ők a harcot. A lovasság nem bír kifejlődni. Rohamait feltartoztatja a sok vízárok eleven sövény. Egy egész lovas dandár úgy eltéved a csatatéren a harc kezdetén, hogy estig nem bír az ütközetbe visszatalálni. Nyargoncok futkosnak a felkeresésére, és nem bírnak ráakadni. Az folyvást ellenséget keresett, és nem talált. Túlugrott a saktáblán. Egy másik hat test nyugodtan pihen, miközben a tőszomszédja két óra hosszat küzd a túlnyomó ellenséggel. A halmok elfogják az ágyúszót. Itt semmit se hallanak belőle. Az egész apró halmokból összecsoportosult hegygerinc mély vágányokkal van beszelve, amik meg annyi harci folyosóul szolgálnak a kirohanó csapatok számára, és a halmok oldalán egymás fölé emelkedő kaszinok kolnák, mindeg annyi váracska, amik között a legmagasabbra kiemelkedő szolferinoi tetőről messze kilátszik a Spia d'Italia tornya, az osztrákoktól megszállt fellegvár. A kúszált csatatér nem engedi megtudni a hadvezérnek, hogy mi történik a két szárnyon. Hogy az elrendelt mozdulatot végrehajtották-e, vagy meghiúsult. A jobb szárny előre nyomul és tért foglal, a bal szárny eredménytelenül küzd. A közép harcol a magaslatok birtoklásáért. Az újkor eddig ismeretlen hadigépe, a vont csövű ágyú, most teszi le első próbáját. A dicsőség csináló gép. És a hatása lezúzó. Az osztrák ágyútelepek egymás után némulnak el előtte egy lovas dandár két egész ágyú ütege, mielőtt egy lövést tett volna vetétársaira, már harcképtelenné volt verve általuk. A derék kitanult osztrák tüzérség meg sem közelítheti sima öblű ágyúikkal ellenfelei ütegeit. És amazoknak a robbanó lövegei olyan messzességből gázolják el a közeledő hadoszlopokat, ami az eddigi hadászat számításán kívül esik. Az osztrák Haubic és Kongrev röppentyű, gyenge feleselőtárs ellenükben. A gép harcol az emberi vitézség ellen, amíg megint egy nálánál hatalmasabb gép nem jön őt összezúzni. Manassé tétlenül bámulhatta az előtte lefolyó tragédiát. Nem olyan szép az, mint a hősköltemények írják. Itt a sövények mentén előhaladó szuronsorok, szerte a zöld kerszőnyekből fellobbanó fehér lőporfüst, amott sziklamászó emberrajok. Egy csoport fehér egyenruha, összekeveredve szemközt kék egyenruhák tömegével. Egyik a másikat előre-hátra sepri. És ha egy pillanatra szünetel az ágyudörgés orgonajátéka, felhangzik a milliárdok csataordítása haláljajgatása. Ha ebben a szép nagy kertben egy csendes délután egyetlen egy meggyilkolt ember halálkiáltása hangzana fel, hogy megrendíteni mindenkinek a szívét, aki meghallja? Hogy futnának a segítségére? Hogy üldöznék a gyilkost? Hogy emelnének a szerencsétlenség helyén fogadalmi emléket? Most pedig amikor húszezrével fetreng a legyilkolt ember a mezőn, hidegen néz mindenki a tájba. Nem jutott most eszébe Manassénak a saját sorsa. Minden gondolata ott járt, hogy vajon így kell hát ennek lenni, és vajon így kell ennek folyni örök időkig, hogy ész, tudomány, bátorság, hűség, hazaszeretet, áldozatkészség és minden erő ami a szívben és agyban teremteni, alkotni hivatott, untalan arra egyesüljön, hogy az írtó gépeket halmozza egymással szembe, és pusztítsa vele az istenség legszebb alkotását. Hogy joga legyen két óriásnak a törpék százezreit, akiknek neve ember, egymás ellen zúdítani, és a nap alkonyán összeszámítani, kicsinálta másiknak több halottat. Az a győztes. Az a dűtő, azért az igazság. És az ő kezében is ott volt a fegyver. És ennek a fegyvernek is az volt a célja, hogy egy anyának a szívét megkeserítse, aki könnyek között felnevelt gyermekét hasztalan fogja hazavárni. Hogy egy ősz apának kezébe adja a koldusbotot, akinek a kenyérkeresőjét eltemették, hogy egy menyasszonynak a koszorúját felváltsa özvegyi fátyollal. A szolferinai vártól északra a sűrű apró halmok közül kiválik egy domb, amit a hadjárat leírói a ciprusok halmának említenek. Gyönyörű szép regényes halom beleültetve ciprusokkal. Ez a ciprusokkal sűrűn beültetett magaslat látszott az ütközet csomóját képezni. Éppen rá lehetett látni arról a fensikról, amelyen manassé zászlóhaja tanyázott. Manassé elnézte a hosszú küzdelmet, ami a dom körül folyt. Az, hol az egyik fél, hol a másik fél ütegei vették kereszt tűzbe, és ágyúzták, amit csak a lövegek csöve izzóvá nem lett. Azután rohamra mentek ellene. Majd az egyik fél, majd a másik. De sem az egyik fél, sem a másik csapatjait onnan Manassé visszatérni nem látta amelyik csapat a ciprusok halmát elfoglalta, azt az a domb elnyelte. Osztrákot, franciát egyaránt. Hova lettek? Mi történt velük? Miféle elátkozott hely lehet az ott? Délután négy órakor már nöttön nőtt az űrzavar. A megújított rohamokban úgy összekeveredtek az egyes zászlóaljak, hogy mindenféle színű hajtókát lehetett egy csoportban látni. A hadsereg ki volt fáradva, és kiéhezve. Némelyik ezred már egy hét óta nem látott egy falat húst, a 40 ezer ökörből, és a kenyér, amit kiosztottak közöttük, penészes volt és sületlen, ehetetlen és undorító még egy végső erőfeszítés lett megkísérelve. Elő a tartalékokkal. Utoljára támadták meg a ciprusok halmát. Egy vadász zászlóaj, az osztrák hadsereg egyik legbüszkébb csapatta indult neki a rejtélyes bereknek. Rövid ellenállás után elfoglalta azt, és a Ciprus Ligeten túl felhangzó puskaropogást tanúsította, hogy a harcot tovább folytatja valahol a halmot felváltó völgyben. Ekkor Manasi zászlóalja kapott parancsot, hogy mozduljon előre, és a ciprusok halmát szája meg, amíg a vadászok előre nyomulnak. A dobszó felhangzott. A zászlóaj vára fegyverrel megindult. Manasé volt az első szárnyvezető. Az első sorban állt. Szép déltegalak volt. És az az egész homlok sor mind az ő honfiaiból telt ki. Komoly, nyugodt, bátor arcok. Öröm volt rajtuk végignézni. A ciprusok halmáról tovább vonult egy időre a harc. Manasi és társai akadályozatlanul szállhatták azt meg. Most aztán megtudta, hogy mi van ott. A ciprusok halma egy nagy temető. Az egész környék temetkezési helye. Ahány ciprusfa annyi sír. De a föld alatt nem feküsznek olyan sűrűn egymás mellett a halottak, mint a föld felett. A ciprusok dombja kettős temető. A világ hétfő nemzetének egyenruhái fedik a felszaggatott pázsitot. Francia, Kabil, olasz, magyar, német, lengyel, horvát, egymáson keresztül kasul fekve, a sírdombokon elterülve, torzalakká görcsösülve, holt ellenség, a megölt ellenség torkát szorítva, örök alvók, fejeiket a ciprus törzsnek, mint egy vánkosnak támasztva. Megmerett, kintekintetek, kövéfagyott fájdalom az arcokon. Napban néző szemek, amiken megtört az életfénye. Kiáltó ajkak, amiknek nincsen szava többi. Talán valamennyinek a világ megannyi nyelvén ez volt az utolsó szava, ó, anyám! És most valamennyinek egy anyja van, akinek neve Terra. A pázsit feltépve ágyugolyoktól. A tarka akantuszok befestve vérrel, a sírkövekről lezúzott márványszobrok ott feküsznek a többi halottak között. A temető közepén a Krisztus fejét lehordta egy ágyutteke. Egy robbanó gólyó betört egy kriptajtot, és szétvetette a sírboltot, kihajtva a csontvázakat az új látogatók üdvözlésére. Szép útja van a dicsőségnek, minden lépcsője egy hulla. Manassi vigyázott rá, hogy meg ne tapossa az útjában heverőket. A ciprusok halmának tetére eljutva kiderült előttük, hogy mi van még azon túl. Azt addig a magas ciprusfák eltakartak. A halmon túl következik egy kiterjedt majorság, aminek történelmévé vált neve Madonna della Scoperta. Ez magyarázza meg, hogy miért nem tértek vissza azok a csapatok, amik a ciprusok halmát elfoglalták az onnan kiszorított francia csapat folyton ebbe a majorságba vonult vissza. Az pedig valóságos erőd volt. Szemközt meredek hegyoldal vezetett fel hozzá, és ott két magas teraszfal vitte, amelyen nem volt se ajtó, se ablak, csak lőrések. Délfelül meneteles lejtőn lehetett megközelíteni, mely szőlőlugasokkal és fügesövényekkel volt beültetve az előre nyomult vadász zászlóaj a lejtőn át támadta meg az erős védelmi pontot. Csatárraljá feloszolva igyekezett a lugasok és bokrok tömkelegében előrehatolni. Csak hogy a bozot a védőnek még több előnyt nyújtott, mint a támadónak. Az biztos rejtekből lőhetett a közeledőre. Kiszámított csellel támadhatott az oldalába. Ellenfelett tervény keresztül látott, és a magáit eltakarhatta. Rövid idő alatt a gyönyörű vadászászló is abban a sorsban részesült, amiben társai. Ember ember ellen harcolt. A töltényeiket előtték már, és az tusában a teraszok köveit haigálták az ellenségre. Végre, sikertelen erőfeszítés után vissza lett taszítva a csapat, és bomlott rendben futott a teraszokról vissza. A repkedő toltarajok lassanként eltűntek a völgy eleven sövényei között. Manasinak és társainak a ciprusok alján lábhoz a fegyvert volt vezényelve. Nekik a halmot kellett megtartaniuk. Manassé egy letört koronájú ciprusfának vette a hátát, és fegyverét ölében tartva nézett a lőporfüst ködében úszó tájképen végig. Most egy parancsszó érkezett a fővezérségtől. Az a zászlóaj, amelyik a ciprusok halmát tartja megszállva, foglalja el a Madonna di Az zászlóaj parancsnok azt mondja, kézbe a fegyvert, és aztán előre fiúk. Az egész hadsor Manasséra néz. És ha Manassé a fejét tagadó intésre fogja megmozdítani, az egész zászlóaj bizonyára lábhoz csapja a fegyvert, és azt fogja mondani, ma nem. És a parancsnok vitéz ugyan, de azért tudni fogja, hogy ami másnak lehetetlen volt, az neki is lehetetlen. Sokszor megtörténik az, hogy az ütközet hevében a halálba vezényelt csapat, ahelyett, hogy mozdulna, leül a földre. Manassé felnézett a lőporköttől nehéz égre, és nagyon sóhajtott. Tehát itt az óra, amelyben sorsa vaskeze előtt meg kell hajolnia. Neki, a békeapostolnak, bele kell rohannia a vérontás munkájába. Legyen meg a te akaratod! Azzal fegyverét középen kapva, kilépett a sorból, és oda kiáltott a társainak előre testvérek, és arra mindannyian fegyvereiket egyensúlyba kapva megindultak utána. Egy éneket kezdtek el. Erős várunk, nékünk az Isten. Azzal indultak el az ostromra. De ők nem azt az utat követték, amit az előttük kísérlő csapatok, a lehetőt. Hanem nekivágtak a lehetetlennek. Egyenesen szemközt mentek a Madonna de teraszfalának, fel a meredeken, ahol egy fa, egy bokor nem védte meg őket. És nyomultak előre, és egy lövést nem tettek az alatt. A falakról gyilkos tüzelés fogadta őket. A hű fiúk közül sok nem végezte be a megkezdeténeket. Társai átlittek a holttestén, és tovább énekelték ki megvéd a kísértet ellen. Olyan gyorsan, mint a gondolat, elérték a teraszfalat. És a fal nem állította meg őket. Az összefogott kezek, az egymáshoz vetett vállak, a falba döfött szuronyok képezték a lépcsőt. Amikor a zsolozsma utolsó sorát énekelték, már fent voltak a falon. Manassé volt a legelső. És az egész ostrom alatt egyetlen egy lövést nem tettek. A naphosszat vitatott Madonna della Pérta el volt foglalva. Az ászlóhaj parancsnok magán kívül volt örömében, diadalában. Manassét megölelte és megcsókolta. Ön holnap tiszt lesz, a vitézség érdemrendjével a mellén. Manassé szomorúan mosolygott. Ő jobban tudta, hogy mi lesz ő -e holnap. Hanem az ellenfél nem hagyta abba a dolgot. Minden oldalról megindultak a francia csapatok a major épületet visszafoglalni. Támadásra hívott trombiták recsegése hangzott a magaslatok fedett útjain. A dobok riadót vertek. Maga a császárgárda jelent meg a csatatéren. Hadd jöjjenek! mondta a parancsnok. Tízszeres erővel is megküzdünk itt. Visszaverjük őket, míg saját csapataink utánunk érkeznek. Tüzet, fiúk! Most aztán Manassé, csendesen ingatva a fejét, tagadólag intett, és arra minden katona lábhoz eresztette a fegyvert. Mi ez? kérdezte elbámulva a parancsnok. Manassé felemelte az ökrét az ég felé, felnyújtott hüvelykújjal, és azt mondta. Egy az Isten. És arra a társai mind azt tették, és azt mondták. Egy az Isten. De hát mit jelent ez? Az Istent, aki megtiltotta az emberölést. De ti katonák vagytok, csatatéren álltok, megálljuk a helyünket, megyünk, ahová küldenek, meg tudunk halni, de embert ölni nem. De hiszen akkor az ellenség ölnek benneteket. Azt ő teheti. A parancsnok fenyegetőzött, sírt, könyörgött, mind hasztalan. Mindenre azt felelték neki, hogy egy az Isten. Parancsolni lehet, hogy lőjenek, de csak lőporveszteség lesz, mert ők a levegőbe fognak lőni. Egy az Isten. És senki sem tett egy lövést is a közeledő ellenségre. Azt megdöbbentette a megmagyarázhatatlan nyugalom. Keletcét gyanított benne. És ez alatt körülfogni igyekezett a majort. A császári gárda elfoglalta a ciprusok halmát, és ágyukat vontatott fel oda, de Csodálatos jelensége a sors intézkedéseinek: azokkal nem a Madonna de pértát kezdte ellövetni, hanem a Spia ditalia A gránátok három lépésnyi távolságból csapkodtak le a fellegvár falai közé. A túlsó félről új osztrák hadcsapatok siettek rohamlépésben a fenyegetett major felé. Egy végső elkeseredett, tusa volt készülőben az épületcsoport körül, melyet egy férfi had tart elfoglalva, amelyik nem akar embertölni. Akkor meg kell hát nekik halni mind, vagy az ellenség, vagy a jó barát kezétől. Arra is készen vannak. És már közel volt a katalaunumi tömeggyilkoláshoz hasonló katasztrófa, amikor egy harmadik harcoló fél elegyedett az ütközetbe. Egy harmadik, aki eddig hallgatott. Nem nézhette tovább. A havasok felül irtoztató fergeteg rohant alá, odavetve magát a két harcoló fél közé. Feltépte a véres homokot a küzdöttéről, és odavágta a küzdők arcába, és kitépte kezeikből az ászlókat. Éjszakát csinált körülöttük porfelekből, hogy ne láthassák egymást, és villámostraival csapkodott jobbra úgy, mint balra. Elnémította mendörgéseivel az ágyú döreit. Folyammá árasztotta a patakokat a küzdőfelek között. Eltörölte az ember csinálta haditervet a csatatérről, és azt ordította mindkét fél fülébe. Vége! Egyik fél sem nevezheti magát győztesnek, a harmadiké marad a csatatér. Harcról nem volt már többé szó, csak menekülésről. Egyes előretolt csapatoknak a vihar, vész, porfelleg közepette a saját jó szerencséjükre kellett megkísérelni a visszavonuló táborral való egyesülést. A zápor szakadt, és a villámlobbanásnál, mintha tengerfenék volna, úgy tűnt elő a táj minden irányba siető embercsoportjaival. És amikor a villám pihent, még felfelj világított egy pontján a csatatérnek a vérvörös lobbanások fénye. Ott még két hadsereg folytatja az sötétben a felhőszakadásban az emberharag harcát, nem törődve az Isten haraggal, és a halmokon túl egy égő város veti a nyugtalan égre tűz világosságát. Dobpergés, trombitarecsegés, recsegés, néporzítás vegyül a mennydörgés közé. Manasé zászlóajának is menekülnie kellett az elfoglalt majorból. A beállt éj sötét volt, az utak tömkelege csalóka. Csupán a szél irányáról tájékozhatták magukat, hogy merre van előre, merre hátra Egyszer aztán az zivatar irányt változtatott. Az ászlóaj kifáradtan, agyonázva, éhségtől elcsigázva érkezett meg egy táborhelyre, ahol örtüzek és azt hitte, hogy hazajutott. Az pedig volt az ellenség tábora. 81. fejezet Manassét és elfogott társait Bressiába szállítottak. Köztudomású, ami itt történt velük. Adorján egy napon a következő ajándékokra vírott. Kapott egy kávébarna egyenruhát vörös zsinorzattal, aranypaszamántos gallérral, kardót arany kardbojttal és egy hivatalos levelet, melyben a vele együtt elfogott zászlóhaj őrnagyává lett kinevezve. A tárgyak láttára valami szokatlan hőség futott át az idegeit. Itt van tehát az alkalom a bosszúra. Megtorolni annyi szenvedést azokon, akik annak szerzői voltak. Kardal kézben törni utat az elkobzott hazába, és visszavívni országot és családi tűzhelyt. Megfutamítani fényes palotáikból azokat, akik megirigyelték az ő kúnyhaja boldogságát, és elszakították őt a családjától. Hát még a dicsőség csábító képe. Ez a vérrel pirosított arcú tündér, aki ahol megcsókol, ott megéget. Már eddig is a Madonna de Lasco Pérta hősének nevezte manassét mindenki. Bátorsága, nyugalma, gyors elhatározása mind fényes katonai tulajdonságok nevét a történelem fogja feljegyezni. Annak a nevét, aki az ekevasat megjavította, a holnap után már letörli alapról. De annak a neve, aki a kardvasat csorbára verte a harcban, örökké lángolni fog. A költők megéneklik viselt dolgait. Ó, hogy melegít ez a földi nap! Tudják ezt mindazok, akik látták feljöttét, lementét, zenítjét, nadírját. Ezt megtagadni, erről lemondani, az a kínszenvedés. De hát egy ilyen pillanat egy egész világrendszert kifordíthat a sarkából. Hogy az az ember, aki odavetette magát a harcoló felek közé, hogy kibékítse, szétválassza őket, most maga álljon az egyik harcoló sereg első sorába, és kiáltja el a harcra hívó jelszót. Aki a csata hevében azt mondta: Egy az Isten, aki megtiltotta az emberülést. Most azt kiáltja: Egy az Isten, aki azt parancsolta, hogy írst ki a millió népét, még az igavonó barmát a házőrző kutyár se hagyd élve. Újra feltámadjon a bosszúállás lángja boldogtalan hazájának egyik határától a másikig. A lőpor legyen a törvény, a fegyver a bíró, az ütközet az Isten törvény széke. Ismét éles vassal, üszökkel menjen egyik polgára másik ellen, város város ellen, népfaj népfaj ellen. Hát egy nemzedék se nőhessen fel anélkül, hogy megkóstolja a honfitás vérét. És ha a bosszú lesz a jelszó, nem esik annak első áldozatául, éppen az ő otthon maradt családja? Ha elveszed tőlük az egy istent, ki marad akkor velük? Ó, ez nehéz tusa volt. És viszont, van lehetőség a végzet elől hátrálni. A vallás tiltja az emberölést. De egy esetet kivesz. Az emberölést a hazáért. Most ez elé a lesújtó kérdés elé van állítva. Lehet-e azt felelni rá? Nem. Kezébe adják a trikolor zászlót Magyarország cimerével. Lehet-e azt eldobni? Nem harcolok érte. Kinek merje azt mondani, én nem kötöm fel ezt a kardot? Az utolsó közkatonája, saját vele szolgáló közmunkása, fel fog kapni erre a szóra egy marék homokot a földről, és a szemek közé csapja. Nevét gúnynak, alakját torszképnek fogják koptatni, és gyermekeinek meg kell változtatniuk a nevüket, ha gyászmagyarok nem akarnak lenni saját hazájukban. Nem lesz maradás a szülőföldjén, és rettegni fog a világ minden zugában, nehogy egy nemzetéből való honfitársat hozzon elé a balsors. Megostorozva, koszorozva, arcon verve, miként, a... miként az a vérhullattok kép ott az ágya felett. Olaszországban nincs ház, amelyből hiányozna ez a kép. A gyönyörű férfi arc, középen kétfelé választott leomló hajfürtjeivel, homlokán a fonadék vércseppeket serkent, és kezében a gúny királyi pálcája, a nadvessző, amelyel megtyufolták. Manassé megállt a kép előtt, és hosszan elmélázott előtte. Ennek is mondta a nép, légy a vezérünk, vezes bennünket a rómaiak ellen, szabadítsd meg a nemzetedet. És ő azt felelt a népnek, én vezetni foglak az égbe, és megszabadítom az emberiséget és akkor lerántotta a nép tündöklő polcáról, és sárral dobálta meg. Ó, mert nem a római liktorok korbácsütése volt a legfájdalmasabb, nem a testet átfúró éles vasak, nem Longinus dárdaütése. Mindazokat ember is ki tudja állni nélkül. De a gúnyhahotája annak a népnek, akinek számára üdvösséget hozott alá az égből, a honfitársak keserű szidalma, ez az, aminek elviseléséhez egy isteni szív kell. Én csak ember vagyok, kiáltott fel Manassé. Nem tudok hozzád felemelkedni. És felkötötte a kardot az oldalára. A töviskoszorús fő pedig ránézett szelit szemeivel, és azok a szemek azt mondták neki. Majd én lenyújtom hozzád a kezemet. Manassé felvette őrnagy egyenruháját, és sietett a légió főparancsnokához, nehéz elhatározással a szívében. Érezte, hogy az egész eddigi élete megfordul ebben a pillanatban, és a jövő kiáltó ellentéte lesz a múltnak. Társai, akikkel az utcán találkozott, hangos éjent kiáltottak utána. Ő pedig megijedt saját kardja csörrenésétől. A historiai nevű nagy embert egyedül találta a szállásán. Katonai egyenruhája le volt vetve, egy könnyű nyári kabátban hevert a pamlagon. Arcán sajátszerű mosoly, és szemeiben olyan ragyogás, ami félelmet gerjeszt a ránézőben. Kezében egy levelet tartott, és úgy tetszett, mintha azt olvasná. De olyan mozdulatlan volt maga az alak, és arcán a mosoly, és szemeiben a rejtélyes tűz, mintha valaki ragyogon felnyílt szemmel aludna. Előtte egy alacsony asztalkán volt a kávésedény, több csészével, és egy sajátszerű alakzatú kínai ibrik, amilyenben a keleti hasist szokták tartani. Manassé jó ideig várt. Utoljára ő szólalt meg. Tábornok úr! Erre a híres ember felé fordította a szép, daliás férfi arcát, azzal a hosszú, rengő szakállal, mely mellét eltakarta, és tovább mosolygott. Eljöttem, és parancsodra állok. A nagy férfi megmozdította az egyik kezét, mely a földre csüngött, és megint visszaejtette. Nehéz volt az a kéz? Vagy nem érdemelte meg a fáradtságot, amire megmozította? Mit parancsolsz velem? kérdezte Manassé. Erre kapott választ. Ülj le, és tölts magadnak kávét. Aztán tégy belé egy kanálka hasist. Attól majd három napig aludni fogsz, és álmodsz csodadolgokat ő már benne volt azokban az álmokban. És akkor mégiscsak felemelte lecsüngő kezét arra a szándékolt mozdulatra, és a másik kezében tartott levelet átnyújtotta manassénak. Aztán a pusztán maradt tenyeréből olvasta tovább azokat a csodadolgokat, amik eddig abból a levélből tünedeztek eléje hosszú diszmenetben, és amiktől az ember úgy mosolyog, és szemei úgy ragyognak, hogy azt félelem látni. Manassé pedig ezt olvasta az átnyújtott levélből. Villa Franca. A béke meg van kötve. A magyar légió feloszlatva. Tagjai számára büntetlen hazatérés és a katonai szolgálat alól felmentés van biztosítva. Abban a szobában is ott volt az a tövis koszorúzott kép. Manasséra nézett szeliden, és a tekintette azt mondta. Lenyújtottam-e a kezemet hozzád? Mire az első gyümölcs megérett a fán, már akkor Manassé és társai otthon voltak. Blanka egész Kolozsvárig eléjött férjének Ilonkával. A nő szebb volt, mint valaha az egész úton nem tudtak egymásnak mit mondani. Azt hallgatták, amit a gyermek csevegett. A Béla nem jöhetett el, mert annak most éppen egzamenje van. Sia ja, bizony, az előbb való mindennél a világon. A Bórévi hídnál ünnepélyes fogadtatás várt Manasséra. A város bányászlovassága is kivonult eléje, és az szép bandérium. Felmegy hatvan főre. Ezeknek a lovai hordják a kohókba a vaskenyeret. A lovas csapat élén egy gyönyörű szép, erőteljes fiú hozta a zászlót, olyan biztosan ülve meg a ficánkoló lovat, mintha hozzá volna nőve. Ki ez a szép fiú? kérdezte Manassé Blankától. A nő kedélyesen felkacagott. Ó, te bóhó, a te fiad az. Hát nem ismersz rá? Hat év óta nem látta őt. Áron bátyjára is alig ismert rá. Egészen megfehérült a haja. Nem az évek száma, hanem az évek súlya alatt. Szonoklatot kellett volna mondania, de bizaz csak elsírta az öreg. Nagyon erőt vett rajta az érzékenység. De akinek az arca fájdalmasan lepte meg manassét, az Anna volt. A leány a sír felé hervadt. 82. fejezet A halottakat nem jól hantolták el az eltemetett milliók szemfedele kilátszott a hantalól. A hadsereg, mely vitezül harcolt, vérzett, még éhezett is. És a katona minden ellenség között azt szokta gyűlölni legjobban, aki megkoplaltatta. A bar siker része a tábori szállítmányosoké volt. Az ugolódás, melyet 200 ezer ajak suttog, Együtt véve nagy hangot ad. És a rablók olyan elbizakodottak voltak, hogy még a befejezett hadjárat után is folytatták a fosztogatást. Utoljára egy előkelő tábornok, aki maga is részt vett az egész hadjárat viszontagságaiban, erre a végzetes nyilatkozatra fakadt. Aki ezeket a szerződéseket létrehozta, megérdemli az akasztófát és ettől az egy mondattól egyszerre összeomlott az egész kártyavár. A legfelsőbb parancsszó kimondta, hogy a bűnt ki kell deríteni, tekintet nélkül a személyekre. És erre a legrettenetesebb drámák egyikkel lett lejátszva a legszomorúbb színpadon, a törvényszék sorompói előtt. Rémjelenetekben gazdagabb, örvényekben mélyebb magbetnél harmadik rihárdná. Napvilágra kerültek egymás után a furfangos csalások, amik milliókban raboltak meg egy államot, és fillérekben a közkatonát, ami megint milliókra megy. A kenyérbe kevert föld, az ellopott kétszál fonál előjött kísérteni a sírból, és halottakat hívott maga után. És azok mentek a hívásra. Két főbűnös úgy eltűnt a per elején, hogy soha többet hírüket sem lehetett hallani. Azt állítják, hogy elsőjött velük a magas tengeren a hajó, mely őket Amerikába szállította, és hogy rejtett pokolgép sülyeztette el a hajót. A tábornok, akinek a szobájában a szerződéseket megkötötték, a szép mosolygó antinószalak, amikor megérte azt, hogy ragyogó egyenruhájának a karján a porkoláb öt ujjának a nyoma ott maradt, nem várta be a szégyent. Az iszonyúbb a halálnál. Amint a börtönajtót bezárták mögötte, egy arany melltűvel keresztül szúrta a szívét, és hogy nem jött elég gyorsan a halál, a dolmánya vitézkötésével folytotta meg magát. A tanuk, akiket bizonságtételre felhívtak, ijesztő levelekkel lettek visszariasztva, és nem mertek beszélni. Egy igen magas állású tanú, egy főfő -fő államférfi, kormánytag, amikor meg kellett volna jelenni a törvényszék előtt, irattárat elégette, aztán felvágta az ütőereit, és kikérdezhetetlen embert csinált magából. Maga a fővádlott, a bankigazgató, a nemzetgazdász, Börtönéből a kriptajton keresztül szabadult ki. Kinyitotta meg neki az ajtót. Hát a többieknek. Mindenki azt mondta, hogy még feljebb kell hatolni. Ezek csak eszközök voltak. A vezénylet palottákban lakik. Ekkor a vizsgáló törvényszék elnöke súlyosan megbetegedett. A közvélemény megdöbbentő dolgokat beszélt a betegségéről. Egy másik bíró vette a kezébe a vizsgálatot. Az hirtelen megbetegedett és meghalt aztán egy harmadik bíró fogott hozzá. Az rövid időn belül megbetegedett és meghalt. A borgyák és ferrarák kezei járnak itt. Utoljára vádlottak, tanuk, bírák, mind kipusztultak a rémperből. Csak egy fonalszál tartotta még össze az egész szétmálló szemfedelet. És ez a fonalszál volt Vajdár Benyámin ő marad benne egy közbenjáró, egy médium. És ugyan kitépne vasmarokkal pókfonalat. Amikor a nagy cápák kimenekültek a hálóból, egyesek a partra, mások a tengerfenékre, akkor egy bent maradt tintahallal legyen kielégítve az áldozatért ordító közvélemény. Hadd fusson az is! Hanem aztán fusson! A rettenetes bűnpert betették az Országos Archívumba. Vajdár az ivatar alatt meg sem mozdult a helyéről. Jól tudta azt, hogy aki bűnösnek érzi magát, annak legjobb nem nyugtalankodni. A gyanú olyan, mint a házőrző kuvasz, akit futni lát, utána szalad és lehúzza. Maga a herceg és a márkinő is helyben töltötték az idényt és nem mentek se fürdőre, se utazni. Nagyon megszerették Bécset. E szép reggel aztán Vajdár meghívást kapott a rendőrséghez. A tanácsos, aki fogadta, régi jó ismerős volt. Az arcán nem látszott semmi vészjos lokomorság. Nyájas volt, mint mindig. Önnek el kell hagynia a birodalmi fővárost 24 óra alatt, és visszatérni a hazájába, ahová internálva lesz. Erre az egyre nem volt készen vajdár. Az elfogadásra, kivallatásra voltak előkészületei. De a kiutasítás ellen nincs védelem. Tudakozodni akart. De a tanácsosnak semmi felvilágosítása nem volt a számára többé. Ettől a perctől fogva, egy rendőr biztos áll önnek a szolgálatára, aki rendeltetése helyéig fogja kísérni. Megértette. Gondoskodva van róla, hogy meg ne szökhessen. Vajdár nem tette azt, amit a helyzetében minden újonc gonosztevő tett volna, hogy hatalmas pártfogójához folyamodjon. Tudta jól, hogy az most számára a legrosszabb hely. Egyenesen hazament, és egész nap nem távozott el a szállásáról. Szállása Káldariva Márkinő palotájának tőszomszédságában volt. Legbelső szobájából átjárás volt törve a szomszéd palota egy rejtett folyosójára, melyen keresztül a Szép Szíren öltöző szobájáig lehetett hatolni. Itt volt az a rejtett bejárás, a Velencei Óra ajtaján keresztül ezen a napon a velencei órának nagyon sokszor eszébe jutott a végzetes tíz órát elverni. De az óramű sohasem felelt rá vissza az ismeretes operadallammal. A szép szíren nem akar engem fogadni, mondta magában Vajdár, és aztán gondolt valamit. Kikönyökölt az ablakon szivarozva. Látta, hogy a ház kapuja előtt ott áll szorgalmatosan a rendőr biztos. Egy kolbászka áruló jött az utcán, attól a biztos vett egy kolbászt. Ez ott ebédel az utcán. Nem tetszik kérni? Szólt a biztos az ablakból lenézőhöz. Köszönöm, fokhagymás, felelte az. Még ő arra gondolt, hogy az megérzik a száján. Nem jutott eszébe, hogy éhes, pedig aznap nem ebédelt. Este hét óra tájon kigördült a szomszéd palotta kapuja alól a hintó. A sejn függöny le volt eresztve, hanem azért lehetett tudni, hogy a márkinő bent ül, mert olyankor az inas nem a kocsis mellett ül, hanem hátul a bakon. Vajdár vette a kalapját és lement az utcára a rendőr biztos tíz lépésnyi távolban követte. Vajdár az operaházhoz ment. A színházi páholy olyan jó hely, hogy ott nincs kapus, se komornyik, akinek ki lehessen adni az utasítást, hogy a fogadni nem való látogatót visszautasítja. És a márkinő itt egyedül szokott lenni. Soha se állhatott ki maga körül társalkodon őt valószínűleg azok sem őt. Látogató pedig egy idő óta nem járt a páholyába. Vajdár a rendőrbiztosnak azt mondta, hogy jegyet vált magának és őnek is, hogy bemehessen a párterre. A pénztár előtti tolongásban aztán sikerült neki elosonni kísérője szeme elől, és a páholyok folyosójára menekülni, és ott hirtelen benyitni a jól ismert páholy ajtaján. Valami balett folyt a színpadon, a zenekar dolgozott erősen. A márkinőt nagyon érdekelhették a balerina piruettjei, egészen kihajolt a páholyából, úgy szemüvegezett. Csak akkor vette észre, hogy valaki bejött a páholyába, amikor az szép jó estét kívánt neki. A márkinő megrettent, amikor a hangot meghallotta, és aztán elkezdett nevetni. Olyan jól voltak idomározva az érzékei, hogy mindig az ellenkezőjét adják vissza annak, ami a szívében történik. Amikor haragszik, akkor szeliden mosolyog, amikor vágyaktól hevül, akkor közönt mutat, és csábító lepedést, ha a szíve nem érez semmit pofont ad az őrjöngő imádat hevében, fogszorító menád torszképet mutat a szeretőnek, és csókot vet annak, akit megcsalni készül. Most kacagott, amikor meg volt ijedve. Nem hitted talán, hogy Vajdár idejöhessen? Láttad talán a rendőrbiztost annak lakása előtt sétálgatni? Tudtad talán, hogy annak utasításai vannak? Vajdár a páholy mélyében maradt, a márkinő mögé rejtőzve, ahol a nézőhelyről nem lehetett rálátni. A márkinő tudja már, hogy engem Bécsből kiutasítottak. Nem tudok róla semmit. Azért nem akart magánál egész nap fogadni. Én többször megadtam a kérezkedőjelet. Mindig volt valaki az öltöző szobámban. Nem bocsáthattam önt be. Mit beszél ön? Hiszen az rettenetes volna. Rám nézve nagyon rettenetes. Elűzve Bécsből, hazakergetve Magyarországba, ahol minden ember gyűlöl, mi vár rám? Annyi, mintha az életet magát veszíteném el, és még élő testtel lennék kényszerítve megkezdeni a kárhozat kínjait. Elveszitek mindent. Egy életpályát, melyben el voltam kényeztetve, egy világot, amiben otthon voltam, a jövendőmet. De ami rám nézve a legelviselhetetlenebb az, hogy elveszítem önt. Ön rám nézve több, mint az élet. Ön egy belém költözött lélek volt. Talán rossz lélek. És most önből exorcizálják a démont. Ez önnek ügyvére fog válni csak hogy a démoniákusok rendesen védni szokták magukat erősen az ellen, hogy a megszálló szellemet kiűzzék belőlük. Én a magamét nem adom oda olyan könnyen. Beszélt ön már a herceggel? Nem, és nem is fogok. Ez a fejemre mért csapás egyenesen őttől lejön. Miért tenni azt a herceg? Bosszúból. Bosszúból? És mi oka lehetne a hercegnek önellen bosszút érezni? Te miattad? Ez a te megvilágosította a választ. A márkinő közelebb hajolt hozzá. Hizelget, kegyetlen szívének, hogy az eltaposott kígyó kétágú nyelvével még akkor is az ő lábát nyalja. Nem gondolt rá, hogy a kígyónak méregfoga is van. Mit akarsz tőlem, bolondom? Beszélni akarok veled ma éjjel, bizalmasan, egyedül. Jól van, majd gyere oda a rejtekhez színház után, és bebocsátlak. Ohó, ilyen könnyen nem rázol le a nyakadról. Én bizonyos akarok felőle lenni. Megesküdjem rá? Akkor éppen nem hinném. Add ide a velencei óratok kulcsát, hogy amikor hazatérsz, maga nyithassam fel a rejtekajtot. A márkinő megint nevetett. Annyira megdöbbent a kéréstől. Csak a ajtom kulcsát? Semmi mást? Talán attól félsz, hogy távol létedben feltöröm a szekrényedet és elszököm az ékszereiddel? Légy nyugodt! Fogják a galléromat. Egy rendőr biztos van a sarkamban. Bolond vagy! Attól félek, hogy valami ostobaságot fogsz elkövetni a szobámban. Például, hogy odakasztom magam az éri lámpás zsinórjára, és az botrán lesz? Ne félj tőle. Én beszélni akarok veled. Hogy miről? Azt még magam sem tudom. Talán meghagyom magam nyugtatni egy madártávlatból mutatott jövő kába panorámájával. Talán azt fogom kívánni, hogy légy te is olyan őrült, mint én vagyok. Áruhában palotad ajtaján át szöktes el magaddal. És aztán járjunk együtt a világban, mint orosz hercegi pár, vagy georgiai fejedelem és királynéja. Vagy mint üldözött szabadsághősök én adófizetődé tudom tenni az egész világot. Vagy vegyünk komédiások. Táncos nő és presztidigitátőr. Szentfényvesztő. Mit tudom én, mit akarok veled beszélni? Talán semmit sem. Talán csak egy boldog órát akarok még áttérni életemben, és az alatt nem mondani mást, mint a nevedet, és azt, hogy szeretlek. Add ide azt a kulcsot. A szép szíren úgy tett, mint akit csiklandoznak. Pedig reszketett. Félek, hogy valami bolondot csinálsz nálam. Azt a bolondot itt a páholyodban is megtehetem. Csak nem akarodtán magadat itt előttem főbelőni. A márkinő igen erősen nevetett. A balett pulcsinellójának, bohottának bakugrásai indokoltak a kacagást. Ó, azt nem teszem, angyalom. Ma nem a te jutalomjátékod van, hogy én is szerepeljek benne, ami téged nagyon mulattatna, hanem ahelyett igen egyszerű és igen prózai dolgot fogok elkövetni. Azt teszem, hogy kiülök a páholy előterébe veled szemközt. A pár terren most engem az a rendőrbiztos, akit lovatettem úgy keres, mint a bolonda hátára akasztott sípot. Én megszöktem előle a pénztárnál, mert bizonyosan tudtam, hogy nem fogja megengedni, hogy a te páholyodba belépjek, vagy akár kipáholyába is. Ez általános regula. Az a derék ember, aki most engem odalent, menjen, földön és kakasülön kutat, amit meglát itt kikönyökölve, rögtön rohanni fog ide. Nos tehát, Akarja Káldariva Márkinő, hogy Vajdár Benyám, mint egész ég klával? Nyilvánosan. Itt fogják el az ön páhojában, és holnap az egész Moabita újságíró nép keresse az összefüggést Kálliári herceg titkárának elfogatása és Káldariva Márkinő elájulása között. A Márkinő csábító szerelmesen nézett rá. Ez a szép tekintet tele volt aquatofanával. fanával, kuráréval, és ami lappangó, illó, halálos mérget valaha feltaláltak. Nesze, mondta nyájasan mosolyogva, és letépte a nyakán függő zsinorról a kis acélkulcsot, és amikor azt átnyújtotta neki, olyan közel érte az ajkaival az arcát, hogy lehellettinek a melegét érezhette rajta. Aztán okos légy, Vajdár megcsókolta a felé nyújtott kezet, és eltávozott. A szép sziren kihajolt a páhojából, és az általános tapsba vegyítette magáit. Azt is hihették, hogy a tréfás pérográlónak tapsol. Saját magának tapsolt. 83. fejezet Vajdár sietett ki a színházból. A kísérő biztosnak volt annyi gyakorlati esze, hogy amint védencét elveszette szem elől, odaplántálta magát a kiárat elé, és a többi biztosokat is figyelmeztette. Ott megtalálta őt a kijövő. Este lévén egész barátságot kötöttek. Vajdár karöltve ment kísérőjével hazáig, és ott felkérte, hogy menjen fel vele a lakására. Az azt kérdezte tőle, hogy nem akar-e előbb vacsorálni. Vajdár azt felelte neki rá, hogy a szükremért időt ilyen lappáliákkal, csekészségekkel. Most nem töltheti. Majd a vasútnál falatozhat. A biztos miután meggyőződött felőle, hogy Vajdár szállásának több kiárata nincs egynél, bekvártiozta magát az előszobába, és engedte, hogy védence az inassával úti összecsomagoltassa, és bútorai eladása iránt rendelkezzék, és a búcsúleveleket megírja. Az idő rövid. Vajdár pedig, amint a hálószobájába visszakerült, bezárta az ajtaját, és a rejtett csapajton keresztül a szomszéd Káldariva palotta néma folyosójára sietett át. Egy égő viaszgyertya világított az útján. Most már kezében volt a kulcs, mely a velencei óra ajtát megnyitja, nem kellett kérezkednie. Ott találta magát abban a szobában, melynek annyi nehéz emléke súlyosult a lelkére a mellékszobába vezető ajtók be voltak zárva. Ide senki sem jöhetett be a márkinő távol alatt. Leült arra a kózőzre, melyen annyiszor hallotta az ő suttogását, és a viaszgyertyát letette maga elé. És aztán várt, és találgatta magában, hogy mit hoz a jövő óra. Megjön-e a démon, aki, mint egy megszálló lélek, bevette magát szívének minden rejtekébe. Aki, mint egy megszokott méreg, ott él minden csepp vérében, és maga magát kívánja, mint a mákony, mint a morfium. Vagy kihagyta magát űzni onnan? A rossz lelkek nem szeretnek holtestekben lakni, és ő már halott. És ha hazajön, mi fog történni akkor? Képes lesz, örült szenvedélyből együtt szökni vele a világba? Várt egy óráig, kettőig. Minden kocsi zörgése felrezzent. Egy sem idehajtatott. A színháznak már a vége. A szép sziren, ha az utolsó dobütést is be akarta várni, akkor is már hazajöhetett volna. Nem jött haza. Éjfél is elmúlt és ő mégsem jött. Így is jól van, mondta magában a várakozó. Te meg akartál engem csalni. Majd meglássuk, hogy melyikünk csalta meg a másikat. Azzal felnyitotta a Márkinő íróasztalának a rejtett fiokját, az ártitkával ismerős volt, és kivette belőle azt a bizonyos marokkenbe kötött tárcát. Egy pillantás a tárca tartalmába megnyugtatta felőle, hogy a veszedelmes iratok mind együtt vannak abban. Szépen összehajtotta a tárcát, és eltette a zsebébe. Tehát adjő szép sziren, örökre! Még az íróasztal rejtett fiókját sem zárta be, amikor a szobát elhagyta, és a kulcsot benne hagyta az órajtóban belülről. Szállására visszatérve felvette az úti köpenyét, és kiment az előszobájába. Inassa és a biztos tartvíztak egymással, hogy múljék az idő. Én készen vagyok az útra, most már mehetünk falatozni. Ezt a másik kettő is igen okos indítványnak találta. Az inast elküldte bérkocsért. Böröngyeit lehorták. Egy óra múlva a pályaudvar éttermében ült kísérőjével együtt, és kárpotolta magát az elmaradt ebédért és vacsoráért bőségesen. Még a hajnali vonattal akart elindulni. Hát a szép szíren hova tűnt? Miféle előbb való kötelesség vonta őt el az olyan égő lehelettel ígért találkozástól? a gadarénok démona, amikor a mester kiűzte őt a kínzott ördöngösből, azt mondta, engedd, uram, hogy a disznok közé menjek. A szép sziren a színházból az inasát hazaküldte, és suttogva mondott üzenettel. Maga pedig a kocsiával, inas nélkül, odahajtatott a külvárosok egy hírhedett táncbarlangjába, ahol a legocsmányabb sanszonet énekesnök terjesztették, a finom ízlést. Nagy élvezetét találta ebben a mulatságban. Nagy örömet telt benne, hogy valami hozzászegődött fiatal diákot az édes eszétől tökéletesen megfosszon. Az deklamált, szónokolt. Neki, mint egy őrült. Éjfél után két órakor érkezett meg az inas a várt üzenettel. Vajdár elutazott már az ezüst vázsinoros inas láttára a szegény diák majd hanyatt esett bámulatában. A márkinő, aki tő grizetnek nézett, nevette hagyta ott az asztalnál, és sietett a hintajához, aztán hajtatott haza. Amikor az öltözőszobába belépett, első tekintete a felnyitott íróasztalra esett. Látta, hogy a marokken tárca hiányzik abból. Nevetése hasonlított a Kataj görcshöz. Nagyon meg kellett rémülnie a látványra, mintha ott látta volna őt már függni az éjjeli lámpa helyén, vagy a pamlagon heverni kettémetszett torokkal. Hanem csak lassanként leküzdötte ezt a felindulást is. És aztán kétszer háromszor megvonogatva gömbölyű vállait, kényes datszal mondta. Így is jól van. Te magad akartad így, bolondom. Én nem tehetek róla. Nyolcson fejezet Az elhagyott leány pedig lassan hervadt a sír felé. Már a tavasszal elmehettem volna, mondta Manassénak, amikor az hazaérkezve a hosszú távolét után a drága teremtést keblére ülelte. De te rád vártam. Nem hagyhattam mit Blankát, míg te meg nem jössz. Most már csak a falevelek hullására várok. Mi várni valója is lett volna még tovább. Olyan füvet semmi tavasz nem hoz elő, mely az ő baját meggyógyítja. Amikor meghallotta, hogy abban a végzetes perben a Vajdárt is bűnrészességgel vádolják. Az volt az ő útlevele a túlvilágra. Nem volt miért élnie, nem volt mit remélnie többé. Ha vádolják, bizonyosan igazuk van. Ha elítélik, nem teljesül az, hogy visszakerüljön ő ehhez a házhoz. Ettől fogva rohamosan haladt a betegsége. Nem tudta az ágyát elhagyni többé. Visszaadom már a gyermekeidet mondta egy reggel Blankának Legyenek ismét a tiéd! Arra gondolt, hogy a gyermekeknek nem szabad azt látni, amikor valaki meghal. Kérte Blankát, hogy menjen ki velük a kertbe, és küldje be hozzá Manassét. Egyedül akar vele szólni. És Anna még akkor is mosolyga arcot mutatott erre emlékezzenek a gyermekek. Blankának azt mondta, hogy ma egészen jól érzi magát. Manassé bejött hozzá. Anna a keblére vonta testvére kezét. Különös álmon volt az éjjel, suttogta neki. Azt álmodtam, hogy ő haza került. Nem jött egyedül, egy rendőr kísérte. Azt mondták, hogy ide lesz száműzve a mi kis völgyünkbe. Senki sem vette észre, amikor bejött. A folyosóra nyíló oldalajton jött be. Nem látta más, csak te. Családunknak sietés dolga volt. Az én mennyegzőmöz készültek. Te ott álltál vele szemközt. Ezzel az angyali komoly arcoddal. Rút tekintete volt. Tele álnoksággal, elfojtott méreggel, haraggal. Te nem bántottad őt. Nem vetetted szemére iszonytató múltját. Azt mondtad neki hidegen, komolyan, legyen őn itt. Én adok önnek munkát. Szerezze meg munka által a kenyerét és az emberek becsülését. Nem taszítottad ki az ajtón. Nem mondtad ki az emberek előtt a rosszabbik nevét. Kegyelmeddel betakartad az ő bűneit. Mond Manassé, haragszol azért, hogy ezt álmodtam. Igaz lehet ez így? Manassé nem tudott neki felelni, csak a fejével bólintott csendesen, és megszorongatta a kezét tartó kezet. Ugye, Manassé? rebegte a beteg leány. Ha én nem érem is azt meg, hogy ő visszatérjen, de ha mégis visszatérne, és én nem volnék már itt, hogy kezedet könnyeimmel áztassam ő érte, úgy fogsz vele bánni, mintha én még látnám azt. Úgy fogsz hozzá szólni, mintha én még hallanám azt. Manassé némán bólintott, és az ő fejbólintása egyenértékű az esküszóval. Ha meghalok, ugye, oda teszed a keblemre ezt az arcképet, ezzel a száraz koszorúval, és engeded, hogy együtt menjek el vele, porra lenni. Néma igenlés volt a válasz. És ha nem találna visszajönni, suttogta heves lélegzettel a leány. Ha az álom nem más, csak álom, ugye megígéred nekem, hogy számomra akkora üreget vágsz a sírboltban, ami kettőnek elég, és ha ő meghal, pedig meghal rövidesen, elhozod és oda helyezed mellém a koporsóját. És ha börtönben vagy vesztőhelyen hal is meg, akkor is elhozod, és helyet adsz neki én mellettem. Manassé fére fordította a fejét. No, ígérd meg! Megcsókolta őt. Ez volt a fogadás. Arra aztán a beteg leány megölelte a ráhajló bátya fejét, és egy testvércsokban homlokára lehelte a legtisztább áldását egy szűzi léleknek, aki jobban a mennyhez tartozik már, mint a földhöz. Elaludtam a napfelkeltét, suttogta a leány. Emelt fel a fejemet, úgy szeretném még egyszer látni a szép nap És még egyszer meglátta azt. A torockói völgyben kétszer szokott viradni egy nap. 85. fejezet. Budapestre megérkezve Vajdárnak jelentkeznie kellett a rendőrségnél, hogy itt van. A magyar főváros abban az időben sajátszerű képet mutatott. Minden ember a nemzeti viseletet vette fel. A zsinoros dolmányok és sarkantyos csizmák között egy olyan párizsi divatban járó alak, mint Vajdár, kockáztatta azt, hogy amint az utcán megjelenik, az élclapok rögtön állandó figurát csinálnak belőle. Hanem hát még ezen segíthet a szabó, gombkötő, szűcs és csizmadia. Vajdár elátkozta az egész várost. Ennél külön dolog börtönre ítélve lenni. Inkább valahová becsukva, mint minden ünnen kicsukva. A rendőrfőnök megvigasztalta. Nem fog itt maradni tovább kell mennie abba a koronaországba, amelyben született. Erdélybe. Ez még jobb. Ott őrá százan meg százan rá fognak ismerni, mint Diurbán ura. Minden lépten nyomon találkozni fog egy özvegyasszonynal, aki rákiált. Ez volt, aki lemészároltatta a férjemet. Hanem hát kötött útvonala volt, mennie kellett tovább hűséges kísérőjével. Kolozsvárra késő este érkezett meg. Szerencsére esős idő volt, senki sem járt az utcán, csak a vásáról hazatérő oláhok. Nyugtalanította, hogy azok mind köszöntek neki. Azt gondolta, felismerték benne a hajdani tribunt. Pedig azok csak köszönnek megint minden úrfélének, akit elől utól találnak. Jó emberek azok, ha senki sem fúj beléjük rossz lelket. Itt már keserves panaszra fogta dolgát Vajdár a rendőrfönök előtt. Ő ebben a városban meg nem maradhat. Engedjék nagy szebembe költözni. Megvigasztalták. Nem is fog itt maradni, tovább menesztik. De nem nagy szébenbe, hanem haza, abba a városba, ahol született. Torockóra? Igen, Torockóra. Ez a rend. Ki, ahol született, oda toloncozzák haza. Erre már a düh és a rémület tört ki az ajkain. Küldjenek inkább Szibériába, vigyenek Kajenbe, küldjenek Gájára, de nem Torockóra. Azok közé, akik a világon legjobban gyűlölnek. Egy percig sem biztosott az életem és ha agyon nem ütnek az első héten, úgy éhen fogok meghalni közöttük. Inkább egyenesen akasszanak fel. A rendőrfőnök megvégaztalta. Torockón van rendőrség, van bíróság. Számíthat védelemre személyes bántalmazások ellen, és megtorlásra a megtörtént bántalmazás esetén. Ami az éhen meghalást illeti, az ellen is van intézkedéstéve. A bellebezés tartalma alatt az illető évenként 300 forint kegyiat kap, havonkénti részletekben felvehetőt a rendőrségnél. A hatóság figyelme mindenre kiterjed. A fizetési ívvel rögtön boldogá is tette a kegyelmes úr Vajdár Benyámint. Azzal karon fogta őt a barátságos kísérő, felsegítette a szekérbe, és vitte Torockóra haza. tehát Manassé átka teljes mértékben beteljesült a fejére. Vissza kell neked kerülnöd ide, kitaszítva az egész világból, és azoknak a házaknak a ajtaján koldulnod az irgalom kenyeret, akiket elpusztítottál. És beteljesült Anna óhajtása is, hogy vissza fog ő térni még ahhoz a házhoz, ahol az arcképét most is immortel koszorú köríti, és el fogja hozni a sebeit a világból, hogy azokat ott bekötözzék, és a homlok a szennyfoltjait, hogy ott letisztogassák. Mert nem volt elég, hogy szülővárosába vitték haza, hanem amint ott a rendőrbiztosnál megállapodott, és kérte, hogy valami szállást rendeljen a számára, az igen nyájasan nyugtatta meg, hogy az iránt a felsőbb parancs intézkedett már a bellebezettet annak a családnak fogják átadni, amelyik őt felnevelte. Lakása lesz a szülői ház. Erre már olyan dűbe jött, hogy magát a rendőrbiztost inzultálta. Az pedig hidegvérű ember volt, és azt mondta neki, hogy ha nem viseli magát engedelmesen, a kegydiát is el fogja veszíteni, és akkor aztán igazán mehet koldulni meg kellett magát adnia a rettenetes sorsának. Tűrnie kellett, hogy a kísérő biztos fogja és Torocka utcáján végigkísérje egész az Adórián házig. Nem nézett a szemközt jövők szemek közé. Engedte magát vitetni kábult fővel. A kapubejárat, a fák az udvaron, a tornázs folyosó mind olyan régi ismerősök voltak. A tornác végében volt egy szúnyoghálós külsajtó. Az volt az ő egykori szobája. A véletlen most is azt nyitotta meg előtte. Manassé jött rá szemközt. Micsoda találkozás volt ez? A Szent Györgyi pince jelenet után. Az ember, akit megfogott az átok, mint a rozsda, mint a penész, tetőtől talpig, ott állt profétája előtt, Akinek szava ítélet volt az ő fején. Az most ráteheti a lábát az ő fejére, és belegázolhatja az arcát abba a fekete vassalakba, ami neki ezentúl irgalom ad. A kísérő biztos elmondta Adorján Manasénak, mint a ház fejének, a legfelsőbb rendőrhatóság rendeletét, tudatta vele, hogy az illető családtagnak csupán lakhelyet tartozik adni a ház. Élelméről gondoskodik a hatóság havonkénti 25 forintok kifizetése által. Vajdár a fogait kikorgatta szégyenében, és azon gondolkozott, hogy megölje mind a két embert. Manassi hangja, amikor választ adott, olyan nyugodt volt, hogy azon semmi kedélyhangulatot hangulatot nem lehetett észrevenni. A hatóság rendeletében megnyugszom, mondta a biztosnak. És arra semmi észrevételem nincs. Vajdár úr családunk tagja volt, és azokról házunknak kell gondoskodnia. A hatóság kegydiára nincs szükségünk. Gyárunknál egy főkönyvvívői állás lesz betölteni való, és arra Vajdár úr elég képességgel bír. Lakását magában a hámorban választhatja, és fizetéséből tisztességesen megélhet. Rajtam is könnyíteni fog vele, ha az állást elfogadja, mert a könyvvitelt eddig nejen maga végezte, és őt most ettől a tehertől fel akarom szabadítani. Ma többet nem beszélhetünk erről, majd holnap rendbe hozzuk az ügyet. Addig legyen Vajdár Benyámin úr ennek a háznak a vendége. Szívesen látjuk! Többet nem szólt, hátat fordított, és kiment a szobából. Vajdár összeszorított öklét vérig haraddálta a fogával. És még azután a kegyes kísérő búcsúzás fejében egy nagy prédikációt tartott neki, hogy milyen nagy szerencse érte egész váratlanul. Ez már aztán igazi földi gondviselés. Ilyen szíves fogadtatásba részesülni, és egyszerre kész hivatalra találni, amibe csak bele kell ülni az embernek. És hozzá még milyen szép város, milyen gyönyörű leányok. No, csak azon legyen, hogy minél előbb megházasodjék. Itt már szépen megélhet. Vajdár nem reflektált kísérője kegyes beszédére. Hagyta őt búcsútlanul tovább menni. Még csak meg sem köszönte neki, hogy Bécs városától idáig fáradt az ő kedvért. Ford minden erében a felkavart méreg. Láz volt az, ami az agyát hevítette. Ha megbántott ellensége minden keserűséget százszorosan torolt volna rajta vissza, nem ingerelte volna olyan frenetikus dűre, mint azáltal, hogy őt a földre lesújtottat még fel akarja emelni. Még gondoskodik számára nyugalmas jövendőről, még állást készít neki, ahol megbecsült, hasznos tagja lehessen a társadalomnak, és azt is olyan gyöngéden teszi, hogy a látszott szerint még ő segít Adorjánnak azzal, ha az állást elfogadja. Feleségét akarja felszabadítani egy terhes foglalkozástól. Nem bántja meg azzal a szóval, megbuktál, és most én jót teszek veled. Azt mondja neki, jókor jöttél, szívesen látunk, jót fogsz tenni Blankával. Ó, milyen véres színben úszott előtte az egész világ. Kényszeríten jött arra, hogy jót tegyen. Jót tegyen azzal, akit üldözött. És aztán lássa őt minden nap boldognak. Valami iszonyú rosszat kell tennem ma, mondta a keblében lakó démonnak. Egy olyan katasztrófát, amivel méltóan legyen bevégezve ez a rettenetes élet. Mit teszek? Nem tudom még. De az írtozatos lesz. Felgyújtom ezt a házat? Vagy megölöm a család legkedvesebb gyermekét, akit kezembe kaphatok? Asszonyt teszek szerencsét lenni? Vagy a legjobb férfit holtá? de megemlegessék azt a napot, amelyben engem visszaajándékoztak ennek a háznak. Egy kövű revolver volt a zsebében. Elvakult dűvel, agyakszínű arccal nyitott át a kis szobában nyíló mellékszobába. Ott nem talált semmi tárgyat, semmi élőt, amin valami bosszóját tölthesse. Tovább ment a következő ajtóra. Az ilyen kisvárosi házaknál minden ajtó nyitva szokott lenni. Itt nincsenek tolvajok. A címerterem tárult eléje. Oda is benyitott. Ott azután talált valamit. 86. fejezet. A terem közepén volt egy nagy ravatal. A koporsóban ott feküdt egy kiszenvedett angyal. Egy márványfehér arc, behúny szent pillákkal. A halott keze a keblén össze volt téve, és az összetett kezek között az örökvirággal koszorúzott arckép. Azt kívánta, hogy azzal együtt temessék el. Vajdárt Anna koporsója állította meg. Most látta, hogy milyen végtelen szerelem volt az, amit ő eldobott magától. Őrangyala volt az, aki neki még holtában is megbocsát. Aki az ő képét még az Isten elé is magával viszi. Egy egész világ gömbölygött le előtte. Nagy, mint a kerek földgöm maga, tele a paradicsom édeneivel, a boldogság az örömök minden zónáival és meridiánusaival, körülrepkedve angyalok seregeitől. Ez a nehéz gömb, amint közeledett felé, összemorzsolta őt, vigig hengerült elfulladó mellén. A megsemmisülés pillanatában az atomokra omló ember kínordítása töltötte be a házat. Végig zuhant Anna koporsója mellett, és homlokát a rabata széléhez csapva eszméletlenül maradt. Amikor magához tért, egy kis kertre nyíló szobában az ágyban feküdt. Előtte állt Manassé, aki sebzett homlokára jeges borítékot rakott. Hagyd el, Manassé, mondta Vajdár, felkelve az ágyból. Ne ápolj engem! Eb csont befor. Ne fáradj velem, kérlek. Ha a két india minden barzsamában megfüröztesz is, én attól jóvá nem leszek nincs az a messiás, aki én belőlem az ördögöt kiűzze, aki már bennem lakik. Meg van romolva minden csepp vérem, és nem tudok gondolkozni másról, mint arról, hogy mi rosszat tegyek. Az a rettenetes látvány, ami engemet lezúzott, nem javította meg ezt a rossz szívet. Csak más irányt adott az én szörnyetegeimnek. Ó, ha tudnád, hogy ordítanak itt a fejemben Cerberus kutya fejei. Valakit meg kell marnom. Te már ne félj a harapásomtól. Az a megfoghatatlan, az a megérthetetlen szentség, aki megvédett engem a te haragottól, megvéd téged is az én mérgeimtől. De visszafordulok azok ellen, akik ezeket a mérgeket belémoltották. Beszélni fog még rólam a világ. Nincs rajtam semmi jó. Nem örülök semmi egyébnek, csak annak, ha más szomorkodik. A kezemnek minden újja piszoknyomot hagy maga után, és a lábnyomaimat sírkeresztek jelölik. De vannak emberek, akik mellett én még fehér vagyok, mint a fehér liliom, és ártatlan, mint a bárány. Bélpoklós, ragályos dögtestet csináltak belőlem, és amikor már nem tudtak mással ártani a te házadnak, engemet toptak ide. Ahogy a kínai tengeri rablok haigáják legyőzőikre, a ragályban elhullottak fertőzött rongyait. És ők most kacagnak rajtam. Kesztyű voltam a kezükön. Bepiszkoltak azzal, amiben dolgoztak, és aztán elhajítottak. Kérlek, Manassé, ne hallgass rám! Meg vagyok őrülve. Nem csoda, eredj a családodhoz. Annak most nagy bánatta van. Nem szükség, hogy az én jelenlétem hírével szaporítsd azt. Nem mond senkinek, hogy itt vagyok. Ez a kerti szoba jó csendes kis hely. Van benne íróeszköz, meg egy korsó víz. Egyéb nem kell. Hagy magamra reggelig. Semmire sincs szükségem. Nem maradok a házatoknál. Csak a temetést várom meg. Ahhoz van egy kis jussom. Hiszen engem is temetnek akkor. Azután majd tudom, hogy mit teszek. Az én dolgom az. Elmegyek innen. Többet nem fognak ide küldeni te hozzád. Hanem megyünk együtt, édes hercegem és báványom szépasszony, együtt a gályákra. Most zárd rám az ajtót, hogy véletlenül valaki be ne jöjjön ide ha még valami kívánságomat teljesíteni akarod, holnapra rende ide nekem egy szekeret a kert alá, amely bevigyen. Az alatt még mindenki oda lesz a temetésen, én itt hagyom a házatokat észrevétlenül. Ha nem lesz kocsim, gyalog megyek el. Ne akar lebeszélni, kérlek. Élő pokolgép vagyok. Az óramű fel van húzva, és amikor az lejár, elsülyezti a hajót, amelyik felvette. Ne akar itt tartani. Gyászt csinálásnak, rémületkeltésnek a terheivel vagyok tele. Eredj tőlem! Manassé lefektette őt az ágyába, és azt mondta neki, Lázban vagy, pihent ki magad. Azzal magára hagyta őt, és rázárta a szobája ajtaját. Családjának még nem szólt semmit vajdár ittlétéről kimentek ketten Áron bátyjával a Birgelybe kivágni a családi síralagútban a fülkét a legkedvesebb testvér számára. Akkorára vágjuk, hogy két kopor so elférjen benne, mondta Manassé, amikor hozzáfogtak. Akkorára? Ő kívánta. Mi úgy tegyünk. A szobában hagyott jövevény pedig Elkezdett írószerek után keresgélni manassé íróasztalán. Kénytelen volt kihúzni egy fiókot, hogy levélpapírt találjon. Ott a tiszta papír alatt talált két megfakult, elsárgult papírdarabot, amikre ráismert. Az ő általa hamisított váltók voltak azok. És mindkettőn ki voltak törölve az aláírt nevek. És a törlés rozsdaszín tintája bizonyította, hogy az nagyon régen történt. Manassé rég lefegyverezte bosszuját önmaga, hogy ellenségét, még ha akarná is, ne üldözhesse. 87. fejezet A két férfi reggelre volt készen a munkával, akkor kerültek haza hideg, ködös, nyírkos őszi reggel volt. Manassé azt mondta a szolgájának, hogy fogja a szobája kulcsát, menjen be, és csináljon tüzet a kandallóban. Egy vendég úr van odabent, azt, ha alszik, fel ne A szolga kevés idő múlva visszajött, és azt mondta Manassénak, miközben folyvást prüsszögött, az a vendég úr alig, ha meg nem akar halni. Manassé sietett rögtön a szobájába. Ott találta Vajdárt az iroasztala mellett ülve, arcán a halálküzdelem rémtüneményeivel. Szemei kimerettek üregeikből, ijesztő fénytől ragyogva, arca szederjes volt, és ajkai felduzzadtak. Előtte volt az asztalon egy megkezdett írás, és a marokkán kötésű tárca felnyitva, és a belőle kivett iratok szétterítve. Manassét már a szobába lépéskor meglepte valami egzotikus maró fűszerillat, ami őt is egyszerre prüszkölni kényszerítette. Emiatt hirtelen a zsebkendőjét tartotta az arca elé. Amint őt meglátta az asztalnál ülő alak, üvegfényű szemét rámeresztve dadogta nehezen forduló nyelvvel. Felém ne jöjj, a halál van itt! és az arcát az iratok felé fordította. Kezeit már nem bírta megmozdítani. Manassé hirtelen kinyitotta az ablakot. Azonnal megértett mindent. Összemarkolta az asztalán hevelő iratokat. Ne bánsd, ne bánsd! Hevegte a tehetetten alak. Manassé pedig arcát kendőjével eltakarva és lélegzetét visszafolytva az egész iratcsomagot a tárcával együtt a felszított kandallóba hajította. A nevezetes bűnper legsúlyosabb terhelő okmányai lángot vetettek. Nem ölhettek meg többé senkit. De Vajdárt még megölték. Manassé visszasietett hozzá, és arcát friss vízzel megmosva igyekezett őt életre hozni. A hideg víz enyhítette a halálkint. Vajdár az ajkához emelt korsót fenékig kiitta, és attól szava eszmélete kis időre visszatért. Pokolbeli tűzék bennem, hörögte. Meg vagyok ölve. A borgyák keze messze elér. Én őt megloptam, ő pedig megölt engem. Úgy kell. Megdöglöm és nem vihettem őt magammal a pokolba, Manassé. Ne gondolj én velem! Fuss a rendőrséghez! Jelensd fel, hogy haldoklom! Vigyenek el innen szemembe! Orvos-rendőri eljárás tárgya lettem. Itt még nevetett is, kínra torzult arccal. Ha itt temetnek el, téged fognak vádolni, hogy te mérgeztél meg. Még mint halott is, rosszat teszek veled. Nem hagynak neked békét. Még, mint csontvázat is kifognak hurcolni a sírból, hogy téged üldözenek általam. Ne keres a gyógyszereid közt semmit. Ismerem én ezt a mérget. Mint porzót hintik a papírra. Nem én vagyok az első. Egész orvosi fakultás futott össze, hogy megmentse őket. Nem találta ellenszerét. És én azt hittem, hogy én csaltam meg őt. Tíz perc múlva halott vagyok. Kezem, lábam nem él már. Belül égek, kívül fagyva vagyok. Küld el a hullámat szemembe. Átok a világra. Benjamin, mondta Manassé, lefektetve a haldoklót az ágyra, és odatévek kezét a mellére. Az úr keze van rajtad. Tér Istenhez. Ő olyan bíró, akinek mérlegén egy pillanat malasztja, lenyomja egy élet minden átkat. Dobd ki a szemétre, és rúgjál rajtam egyet az utolsó pillanatban. Azt talán jól fog esni. Nem, Benjamin. Annak a jó angyalnak, aki téged holtáig szeretett, én azt ígértem, hogy ha valaha túlélnélek, elhozlak ide holtan, a koporsodat az ő koporsója mellé fogom tenni a haldokló melle küzdött a benne lakó démonnal. Örjöngő, és mit fogsz mondani a világnak, a hatóságnak, ellenségeidnek, ha kérdik, miben haltam meg? Azt mondom, halott a láttára megszakadt a szíve. És hinni fogják. Ekkor azokból az égő, kimerett szemekből kicsordult a könyv. És erre a könyhullásra, mintha nehéz varázs szakadna fel a melléről, még egyszer megmozdult, és arca odavette magát Manassé kezére, megcsókolta azt. És aztán halkan rebegte. Egy az Isten. A megszálló démon elhagyta a testet. Arca egészen átváltozott. Hosszúra nyúlt, elsápadt. Homloka kisimult. A hajdani nemes kifejezés visszatért vonásaira. Köszönöm, rebegte. A harang készülőre kongott. A gyászkíséret gyülekezni kezdett a ház udvarán, a diákok is megérkeztek már, akik énekelni fognak, és hozzákezdtek a hangoláshoz. Kérlek, mondta elhaló hangon Benjamin. Hagy nyitva az ablakot, hadd jöjjön be az ének hangja hozzám, eredj! Isten legyen veled! És az ablakon átzengő ének hangjai felvették őt láthatatlan szárnyaikra, és utána vitték annak az előrement fényes alaknak, aki már azóta az úr előtt térdel könyörögve. Ha én megbocsáthattam neki, szegény elmúlandó asszony, hát te hogy ne bocsáthatnál meg neki, erős, örökké Isten. Amikor a gyászoló család visszatért a temetőből, Manassé maga köré gyűjtötte egész nemzetségét, és így szólt hozzájuk. Még egy halottunk van. Benyamin testvér hazaérkezett töredelmes, bűnbánó lélekkel és amint meglátta Annát holtan, megszakadt a szíve. Meghalt. És ezzel tisztára mosta őt. Csak a szép szíren tudta, amikor meghallotta, hogy Vajdár meghalt, hogy miben halt meg. És abból, hogy csak ő halt meg, és nem többen, azt is megtudta, hogy a veszélyes iratok meg vannak semmisítve azért mégis neki és hercegének jutott a legnagyobb büntetés a ma nagy bűnper vádottai közül. A többieknek csak halál. Nekik egy sír, amelybe napról napra mélyebben süllyed a halott, reménye nélkül a feltámadásnak. A világ megvetése Az Adorján család pedig virágzik és gyümölcsözik. Manassé és Blanka boldogságát sokszorozzák a gyermekeik. A torockói nép munkáján áldás van. Házaiban örvendő, elégedett nép él, aki tanul, fárad, gyönyörködik, előre halad, békében él, világosságot terjeszt, embert megsegít, Istent imád, hazát szeret, nemzetet gyarapít. És ez az a történet, aminek nincs vége ne is legyen soha vége